Szeretettel köszöntünk mindenkit a mai estén is. Hát folytatjuk a Vedanta Sutra előadás sorozatot. Méghozzá úgy, hogy a múltkor egy kicsit mosolyogtunk is rajta, hogy eddig három sort vettünk a Vedanta Sutrából. Tehát most tartunk a negyediknél, ami úgy hangzik, hogy Sutra Tattu Samanvaya. A szó szerinti fordítása az, hogy ám ez a helyes értelmezés, a filozófiai pedig így hangzik, tény, miszerint a tudás legfőbb tárgya az összes védában a Brahman is. Kérném szépen az első képet, és azonnal fejest ugrunk, mintha azaz sem mentünk volna a legutóbbi alkalommal a filozófiába. A Vedanta Sutra egész kötete összegyűjti azokat a kérdéseket, amit a lelki módon gondolkozó ember az életében föltesz. Arra gondoltam, hogy azzal kezdjük a mai estét, hogy felsoroljuk ezeket, tudnék ezekre mind választ fog adni. Tehát a kérdések, amiket a gondolkodó emberek föltesznek a Vedanta Sutra szerint, hogy de hát ki vagyok én, ez a test vagy ez az elme? Mi történik velünk, amikor meghalunk? Milyen világ természete és miként keletkezett? Van-e teremtő, illetve van-e még nála is valami hatalmasabb? Tehát nagyon érdekes. Egyébként a fiatal és okos kisgyerekek szokták zavarbozni a szüleiket, mikor megkérdezik, hogy ki teremtette a világot, vagy miért van világ, én megjártam mind a kettővel. És hát az ember azt mondja neki, hogyha nem ateista, hogy hát az Isten. Ha nagyon kicsi, akkor Istenke, emlékeztek. Erre mondja a gyerek, hogy és az Istenkét ki teremtette, és akkor onnantól komoly filozófiai nehézségeid vannak. De felnőttként teljesen logikus az a kérdés, hogy ha van teremtő, nem, akkor mi a forrása a teremtőnek? Van-e a teremtőnél hatalmasabb? Nagyon érdekes kérdés. Egy istenség van, vagy több? Ha van, vagy vannak, mi a kapcsolat közöttük és a megnyilvánult világ között? Valójában mi az élet célja? Tehát ez egy egyedülálló filozófia. Kiraktad közbe? Jó. Tehát ez egy egyedülálló filozófia, ami vállalja, hogy ezekre is, hát még ezen kívüli kérdésekre is folyamatosan válaszol. Jöjjön tehát a következő kép, és a mai estét arra használjuk fel, hogy egy jó kis szellemi izomlázat érünk el a következő másfél-két órában. Oda érkeztünk rendkívül inspiráló baráti társaságotok segítségével, hogy úgyis árvíz van, hogy kirakjuk a táblát, hogy mély víz csak úszóknak. Tehát ez a fantasztikusan finom, de gyakorlatias filozófia mélyebb vizeire fogunk kevezni. És ezzel az első képpel elkezdjük a már ismert témákat egyre közelebb és közelebb hozni. Az első kérdés, hogy a Vedanta, az egész nagy kötet voltaképpen két állításon alapul. Az egyik, hogy a legfelsőbb létezőnek, amit úgy hívunk, hogy Brahman, ugye magyarul abszolút igazság, vagy legfelsőbb létező, lényege a végtelen tudatosság. Tehát azt mondja a Vedanta Sutra, hogyha az abszolútat, és nem nevezi el Istennek, meg semminek sem most még, hogyha az abszolútat definiálni akarjuk, mert ki akarunk indulni egy gondolati középpontból, helyesen járunk el akkor, ha úgy közelítjük meg, hogy azt mondjuk rá, hogy a Brahman maga a végtelen tudatosság. Nyilván akkor párhuzamba kell állítani az anyagi teremtést is, amit múltkor említettünk, hogy prakritinek hívunk, hogy a természet, ha szó szerint lefordítjuk, az anyagi természet. Tehát a másik állítás, hogy az anyagi teremtés és az anyagi teremtésben jelenlévő egyéni lelkek, akik fizikai formát öltenek, mint például az emberiség, az alacsonyabb rendű, mint maga az abszolút vagy a Brahman. Tehát ez a kiinduló pontja, hogy három szereplője van a teremtésnek, itt hagytuk abban múltkor ezt a témát. Maga az abszolút, akinek a lényege a tudatosság, mi, akik rendelkezünk tudatossággal, de valószínű, hogy nem teljes ez a tudatosság, vagy nem tökéletes, mert miért vagyunk boldogtalanok. Tehát egy tökéletes tudatossággal rendelkező lény létezése kizárná a szenvedést, mondja a Vedanta Sutra. Én most nem idézek mindig verseket, mert akkor borzasztóan lassan haladnánk. Tehát ebből el kell fogadnunk, hogy bár örökkévaló lelki természetű lények vagyunk, mégis csak azon gondolkodva, hogy valami baj van, hogy állandóan jelen van az életünkben a szenvedés, a félelem, a küzdelem, a munka, stb. Valami nem stimmel ezzel a tudatossággal, tehát nem lehet olyan teljes, mint az abszolút tudatosság. És ha megnézzük a környezetünket, könnyű belátni, hogy ez egy még alacsonyabb szint, hiszen élettelen. Tehát az ásványvilág, stb. A tudattal nem rendelkező, úgy hívják, hogy acsit szanszkrit nyelven. Ugye a csittát, aki tanult jógát, vagy ismeri, ezt tudja, hogy csitta a tudatnak, vagy a tudattalannak egy nagyon fontos része, az elme maga, az emlékezés tárháza, és az acsit minden olyan dolog, aki nem rendelkezik intelligenciával, vagy megfontoló képességgel.
Tehát ez egy rendkívül fontos dolog. Aki nagyon szereti a filozófiát, ez most nem a reklám helye, mert ma alig bírtam átmenni a hidakon, akkor jelentettük meg ezt a könyvet, az a cím, hogy a tudat szubjektív evolúciója. Sokszor beszéltünk már róla, majdnem másfélig, ezt a kis könyvecskét másfél évig fordítottuk. 80-as években tanultam ettől a mestertől, aki ezt a könyvet írt, tehát majdnem 100 éves korában távozott el, 88-ban. És pontosan azt taglalja a kötet, némileg a Vedanta Sutrára is hivatkozva, hogy az evolúció a szubjektív. Mindig a tudat hoz létre mindent, és sohasem az ásvány. Tehát annak ajánlom, aki nagyon szívesen neki feszül és imádja a gondolkodást, a töprengést és a dolgok mélyebb megértését. Tehát ezt most nem akartam elfelejteni, ha már ilyen hőst tett. Nem ebből veszünk Ferrari Dino kupét, azt tudjátok. Hogy csak ezt mondom, hogy nem ilyen könyvekből veszünk nyaralót valahol a Tihanyi félszigeten. Tehát ez, csak azért mondom, hogy ezt lehet tudni, hogy egy ilyen könyv kiadása az inkább áldozat, mint üzlet. Viszont az elmének a legszentebb áldozata, hogyha valaki ilyen dolgok fölött töprengben egészen megváltoztat bennünket. Néha az ember fölpattan ültőhelyéből és azt mondja, hogy 20 éve kerestem ezt a mondatot. Tehát ha csak egy ilyet találunk benne, akkor már óriásit léptünk előre. Nos, az eredeti Óin szentírás, amit úgy hívtak, hogy Véda, az idő során 4 részre osztott. Tehát az eredeti Óin szentírás, aminek a vége a Vedanta. Ugye van a Véda, és a Véda Anta Sutra az azt jelenti, hogy a tudás, tehát a Véda végének vezérfonala. Az eredeti Véda, hihetetlen régmúltban keletkező Véda, valamikor az ókor korai időszakában 4 részre lett osztva. Ma már mindenki úgy ismeri, hogy Rig Véda, Jajur Véda, Atharva Véda és Száma Véda. Azért nagyon érdekesek, mert egy Véda volt, még azt is tudjuk, hogy a Jajur Véda volt az ős Véda. Mindenki azt mondaná, hogy a Rig Véda. De valójában a Jajur Véda volt az ős Véda. A magyar szempontból is érdekes, mert Jajur azt jelenti, hogy szertartások. Tehát szó szerint, mint a magyar mondja, hogy szert tartani. Ugyanazt jelenti szanszkritül. Tehát az Isten imádata különböző szertartásokkal. Mivel az emberek kezdték nem érteni, ezért felosztották további részekre, így született a Rig Véda, amiben az az érdekesség, hogy csak verseket tartalmaz. Most nem őstörténettel akarunk foglalkozni, de magyarul érted, mert a rigmusok, vagy a régi regék, tehát a rig, az ugyanazt jelenti, mint rege vagy rigmus. A véda pedig nem csak tudást jelent, hanem olyan tudást, ami oltalmaz, vagyis tényleg véd. Tehát ugye rig véda. Tehát ezek már olyan finomabb versek, csak utalok arra, hogy valahol az ősiségben egy közös kultúrából jött ez a csoda. Az Atharva véda pedig kifejezetten Agninak, tehát a tűzistennek, és a szómaraszának, az extázisnak, a tudati vagy érzelmi extázisnak a leírása volt. Samana védának is hívják, de nem ugyanabban az értelemben jelent sámánt, mint az indiánoknál vagy Szibériában, de a révüléses technikákat tartalmazza. Tehát ezek ilyen révüléses szertartási rituálék, amiket mi úgy mondunk, hogy a megváltozott tudatállapot létrehozására alkalmasak. És van egy különleges lelkek számára írt véda, ezt úgy hívják, hogy száma véda. Ugye ez a száma vésa a szóból származik, ami azt jelenti, hogy isteni egység. A száma véda, egység Istennel, de min keresztül, kifejezetten zenén keresztül. Erről nem is szoktunk előadást tartani, pedig a legédesebb olyan lelkeknek íródott, akik tudják, hogy az összes művészet közül a zene áll legközelebb Istenhez. Akár énekelve, akár hangszeresen, tehát egy olyan extázis, ahol az Isten dicsérni akarjuk az abszolúttat zene által. Hát hosszan lehetne csak ezekről a védákról beszélni, meg egy napon még talán fogunk is. De lényeg az, hogy gyűjteményesen ezt a 4 védát hívják úgy, hogy gyere csak, ezt a 4 védát hívják úgy, hogy karma kanda, vagyis a tudásnak, foglaljatok ezt, a tudásnak a rituális részének. És azért izgalmas, amiről most beszélni fogunk, mert aki ezt áttanulmányozta, annak van jogosultsága arra, hogy foglalkozzon a Vedanta Sutrával. Tehát ezen túl kéne esni. És mégis azt mondják a mesterek, hogy aki valahogy elkezdi érteni a Bhagavad Gita-t és a Vedanta Sutrát, nyilvánvaló, hogy előző életében tanulmányozta a védákat, meg a Vedanta dolgait, különben halálra unná az egészet. Hát bele sem bírna nézni. Tehát valami bennünk sokkal mélyebben emlékezik. Például a Bhagavad Gita mondja, hogy semmilyen lelki eredményünk nem veszik el.
Tehát ugye előző élete isteni tudata folytán automatikusan olyan tudattal születik, hogy vonzódni kell ez az életszentséghez, mi úgy mondjuk, hogy a jóga ösvényéhez. Tehát az ember nem csak úgy jön, hanem minden lelki tudás maradéktalanul rendelkezésére áll, úgy mondjuk, hogy fel tudja venni a fonalat. Most, hogyha a szutra az pedig fonalat jelent, tehát a Vedanta szutra ténylegesen azt jelenti, hogy a legmagasabb szinten megpróbálja az ember fölvenni a fonalat. Azok számára, akikben megerősödött a vágy, például a régi magyarok is ugye a tűztisztelő. Egyébként tudjátok, hogy a Rigvéda az fehérló imádó, csak nincs erre idő, hogy beszéljünk. Tehát a fehérló áldozás az a Rigvédában és a Brihád Áranyaka Upanisádban van leírva. Egyáltalán nem veszett el a magyar őstörténet. Az nem egy magyar sajátosság volt csupán, hanem egy ősnépé, a keltáké, magyaroké és a rácsputoké. Még a 19. században egy maharács pajzsra emelésekor, tehát az indiai nagy királyok avatásakor még áldoztak fehér lovat, és mivel Indiában fantasztikusan jó az éghajlat, megmaradtak ezek az óriási kőből épült fehér lovádozó oltárok. Ezt is tartalmazza. Jó, és akkor már is folytatjuk. Azok számára, akiket a szertartásosság, a vallásosság nem elégített ki, hanem éppen, hogy ezáltal rájöttek arra, hogy valami túlmutató, valami sokkal fontosabb is van ezeken kívül, születtek meg az Upanisádok. És voltak éppen az Upanisádok együttese, az, amit úgy hívunk, hogy Vedanta. Szakmai nyelven mégsem így hívjuk, hanem úgy, hogy Gyána Kanda, ami azt jelenti, hogy a tudás ösvénye, vagy Gyána Jóga, a tudás jógája. Egy kicsit ezzel foglalkozunk, mert az ember rá fog döbbenni arra, hogy akkor körülbelül hol tart, és mi az oka annak, hogy az értelme, az elméje, az nem hogy érdeklődik a lelki tudás vagy műveltség után, hanem valósággal, aki ezt az iskolát kijárta, az szomjazza. Óriási különbség. Nem egyszerűen csak érdekli, hanem az elméje az értelme tud figyelni, és szinte áhítja, hogy valahogy nem elégszik meg már semmivel. Tehát elege van ezekből nem azért, mert nem tisztel egy vallást, hanem az ébredező lélek, azt mondja a Vedanta, kezdi érezni, hogy valami szilárdabb táplálékra vágyik. És az emberi tudat méltó is arra, hogy ezt megkapja. És azok számára születtek az Upanisádok és a gyűjteményes Vedanta, tehát a Gyána Kanda, a tudás ösvénye, akik a karmakandát, vagy karmajógát, ezt sokkal többen ismerik így ezt a fogalmat, már kijárták, egyszerű szavakkal rendet raktak az életükbe. Felkészültek arra, hogy semmi ne zavarja a tényleges megismerés ösvényét. Tehát gyakorlatilag az annyit jelent, hogy valaki visszavonhatatlanul megértette, hogy a még oly gazdag vagy érzékkielégítő élet sem hozhat el abszolút értelemben vett boldogságot vagy benső beteljesülést. Megmarad a szomjúság, a vágy, valahogy a lélek kezdi érezni, hogy ez nem lehet igaz, hogy csak ennyi a létezés, hogy nem lehet túljutni a halálon és az illúzión. Néha majd azért, hogy szokjunk a szanszkrithoz, egy-egy szebb verszakot felolvasok. Most is ilyen következik, például a Bhagavad Gita így támasztja alá ezt a gondolatot. Apurjamánam acsalapratistham, samudramápa pravisanti advat, tadvat kámaján pravisanti szarvé, sa santimapnóti nakámi kámi. Vagyis a békét nem az éri el, aki igyekszik a vágyait kielégíteni, hanem csak az, akit nem zavar a kívánságok szakadatlan özene, melyek úgy ömlenek bele, mint folyók, az állandóan töltődően mégis mozdulatlan óceánba. Hogy tovább tudjunk haladni, azt fogjuk felfedezni saját magunkba, hogy az abszolút megértéséhez érdekes módon először még csak nem is tudásra van szükség, hanem egy mentális és érzelmi attitűdre. Magyarosabban egyfajta eddig nem tapasztalt hozzáállásra. Magához az élethez is másként kell hozzáállni, de legfőképpen az abszolúthoz. Tehát ténylegesen meg kell nyílni. Senki nem tud megnyílni, aki ideges a pénz miatt, ideges a párkapcsolatok miatt. Össze-vissza anyagi ambíciók feszítik a becsvágy és nem tudom minek az országútján. Nekik maradnak a vallások, amit úgy hívunk, hogy karmakanda, ahol lehet morálisan fejlődni, adományozni, papoktól tanácsot kérni, tehát szépen erkölcsös úriemberként élni, de semmiképpen nem tud tovább lépni szellemileg. Miért? Mert az elméje nem tart ott, hogy fölvegye ezt a befogadó állapotot. Nem tudom, hogy ez követhető-e. Tehát hiába nem azt mondjuk, hogy nem érték 6 diplomával bírni, és hogy valaki rengeteg idegen nyelvet, meg akár holt nyelvet is beszél. Csak a Vedanta kiemeli, ez biztos, hogy segít, hogyha az alapállás már jó, az pedig egy attitűd. Egy békés állapot, egy megnyugodott állapot, amit úgy is mondhatnánk, hogy a lelepleződött előttünk az anyagi világ. De ez nem azt jelenti, hogy undorodunk,
Tehát, hogy például nem akarunk egy gyermeket, vagy nem tudunk megenni jó étvágyal egy almát, vagy egy répát. Értitek? Nem ez a probléma benne, hanem egyszerűen tudjuk, hogy minek hol van a helye. Mindaddig, amíg valaki vágyakozik, vagy undorodik, az még mindig karmakanda. Kicsit, ahogy a Buddhát ábrázolják azzal a bölcs mosollyal, hogy úgy túl van rajta, nem kelt benne emóciót. Miért? Mert az elmének két alapállapota van, hogy vagy ugye vonzódik valamihez, vagy pedig azt mondja, hogy ez nem szimpatikus a számára. Ugye szinte a kettes számrendszer. Semmi más nem tud csinálni a halandó elme, mint sóvárogni vagy elutasítani. Tehát amiről most kezdünk beszélni, hogy valaki tényleg szeretne belépni az érettebb tudás nem elméleti, hanem megvalósítható dimenziójába, ahhoz nem annyira azonnal tanulnia kell, mint hogy az európai ember gondolná, hanem így meg kéne nyugodni, hogy úgy, ahogy a megvilágosodáson nem lehet lemaradni. Tehát nem olyan, mint egy futóverseny, vagy gátfutóverseny. Az európai ember ilyen instant megvilágosodásba reménykedik, és úgy érzi, hogy ha nem elég hatékony, ha nem használja ki az anyagi életét, akkor az a baj éri, hogy ha lemarad, vagy nem is tudom, hogy szokták ezt mondani. Itt egy teljesen más lelki hangulat alakul ki, teljes bizonyossággal tudod, hogy te magad vagy a megoldás, nem magadon kívül kell keresni, és ez a benső magadba és az abszolútba vetett bizalom, és ez a fokozódó békesség, tolerancia és nyugalom elvezet oda, hogy tényleg alkalmassá válunk a hallásra, a befogadásra, vagy a mélyebb megértésre. Jöhet is a következő kép. Tehát egyetlen mondattal azt mondhatjuk, hogy a karmakanda, vagy a karmajógának az ösvénye egyetlen egy célt szolgál, még akkor is, ha embermilliók, tehát a gondolkodó emberek többsége ezen az úton jár, hogy felkészítsen a mélyebb megértésre. Karmakanda addig tart, míg meg nem nyugodtunk. Míg át nem látjuk, hogy a világ, a test és az elme abszolút illuzórikus. Azért lefordítottam pár verset a Katha Upanisádból, és nagyon érdekes, hogy két főszereplője van ennek a történet. Tudnék, a Katha Upanisád része a Vedanta Sutrának, azt még nem mondtam el, majd ha odaérünk, akkor tárgyalunk róla. Tehát a Vedanta Sutra az Upanisádokra épül, és a legfontosabb verszakokat maga is beépíti. Ennek a Katha Upanisádnak rendkívüli jelentősége van. Azért, mert a főszereplő neve is, tehát ha magában olvassa egy európai, akkor nem nagyon tudja, hogy ennek jelentősége van. Ugye Iyáma és Nachiketas beszélgetésén alapul a Katha Upanisád. Csak hogy Iyáma azt jelenti, hogy halál. Aki például szereti a Savitrit, vagy ismeri a Mahabharátából, Illés Endre is lefordította magyarra, méghozzá gyönyörűen. Ugye ott is a tiszta szerelemben élő nő, a Savitri, a haláltól szerzi vissza a kedvesét. Tehát óriási tanítás ez is, párhuzama a Katha Upanisádnak. Tehát Iyáma azt jelenti, hogy halál, de Nachiketas, a tanítvány, aki ugye azért ilyen sötét szinte nem is látszik, ugye a halál istene az fekete, annak a neve pedig azt jelenti, hogy észlelhetetlen, észrevétlen, mert ő magának a léleknek a szimbóluma. Ha megfigyeljük, az életben két dolog észlelhetetlen, a halhatatlanság bennünk, és az életünk vége, a halál. Tehát mindenki úgy él, hogy egyiket sem érzékeli. Tehát nem tudja, hogy valójában a halhatatlan, és tehetne bármit. Tehát egy egész más dimenzió lakója is lehetne tudatilag. Másrészt pedig szintén nem tudja, hogy fizikai értelemben, bár érzékeljük, hogy a idősebb generáció, stb. Folyamatosan elhagyják a testüket, és temetésekre járunk, ahogy öregszünk, ez megdöbbentő. Tehát van egy felkészítő szakasz, de az ego nem tud felkészülni a halálra, mert nem tud vele mit kezdeni. Tehát mind a kettő ismeretlen az emberi lény számára. Valamit tart felőle, de igazából nem tudatos. És hát három verszakot gondoltam ide idézni, most csak magyarul, mert akkor aztán tényleg reggelig maradunk. E kettő, a tudatlanság és a tudás, mondja Iyáma, oly távol vannak egymástól, és bizony igen eltérő célokhoz vezetnek. Úgy hiszem, fiam, Nachiketas, te az vagy, ki a bölcsesség útjára vágyik, mert nem kavarnak fel a világi vágyak. Tehát ezzel szeretném illusztrálni, észreveszi Iyáma, aki a halál is lehet, meg a tanító is. Miért? Mert két tanító van. Az egyik a halál, mert nem tanultunk semmiből. A másik pedig az isteni mester, aki a halhatatlanságot adja nekünk, mert tanultunk mindenből. És azt veszi észre a Nachiketason, hogy hajlandó tanítani, mert észleli, hogy nem kavarják fel a világi vágyak, vagyis ha valakit nem kavar fel az anyagi élet, méltó arra, hogy a tanítványságot elérje. Nagyon fontos. Tehát ha valaki ne, ezért van az, hogy állhatunk egy indiai, vagy bármilyen, nem csak Indiában élnek megvilágosodott mesterek, azért ezt tisztázhatjuk. Tehát a kereszténységben is például szép számmal születtek hatalmas tanítók, és remélhetőleg vannak is.
De tény az, hogy egy pillanat alatt felméri, hogy hol tartunk tulajdonképpen, mert a nyugtalanságunk, a világhoz kötöttségünk lehetetlené teszi, hogy segítsen. Nem azért, mert nem akar könyörülni rajtunk, hanem azért, mert időveszteség, majd mindjárt tárgyaljuk, hogy miért. Tehát egyszerűen nem tud rajtunk segíteni, mert mi nem tudunk magunkon segíteni. Az Isten tudna, de ő neki van ideje, úgyhogy nem siheti el a dolgot. A tudatlan ostoba, aki a sötétség kellős közepén él, folytatta Jáma, nem kedveli a józan bölcseket, sem a tanultakat. Ezért a világi érzéktárgyaktól megtévesztve csak körbe-körbe jár, mint amikor vakok vezetnek világtalant. Amikor a mester kipróbálja a tanítványjelöltet, az egyik érdekes jele az alkalmatlanságnak, hogy az dübegurul, amikor oktatni kezdik. Hát valójában tényleg azért megy, hogy segítsék, hogy feltárják előtte, hogy mi a probléma, de amikor úgy, hogy nem tudom, remélem nincs köztünk fogorvos, de tudjátok, amikor ideget ér a fúró, akkor a fakír természetű beteg is vonyít egyet, mert mit tud csinálni. És számíthatunk rá, hogy húsba vágó, tehát az illúziót, a tévképzeteinket, amikor úgy, ha valaki egy szebb példát veszünk, saját kis gyümölcsöse van, mint nekem is volt egy kis biokertem, meg öcsémnek most is, nem tudsz mit csinálni, meg kell metszeni a fákat. Ugye? Meg kell metszeni a szőlőt. És nem biztos, hogy a fa annak örül, ha el tudná mondani, hogy kösz szépen. Vagy hogy ott nyesegeted az ágait. És a gurunak, a mesternek, ugye szoktuk mondani magyarul, hogy szigurú. Annak az nem szentimentális. Ha befogadott, akkor alkalmanként azt mondja, hogy na erre már nincsen szükséged. Az egó meg azt fogja mondani, dehogy nem, hát az az életem az most leesett, most akkor... És mondja, hogy hidd el, majd nő helyette másik, sokkal egészségesebb. Ugye átjárja a nap, átjárja a szellő. Tehát nagyon komolyan fel kell készülni, az ennek nem hátvakarás lesz, azt mondják. Tehát. Aztán a harmadik verszak, és akkor megyünk tovább. Az igaz ösvény soha nem nyilvánul meg a tudatlan embernek, mert azt ostobán elvakítja a vagyon, az érzék élvezet és a szerelem. Azt gondolja, a létezés csak ennyi, és a testen kívül nincsen semmi más. Így újra és újra elbukva, a hamis testi önazonosság és az ego illúziója révén uralma alá kerülnek, mármint Jáma a halál uralma alá kerülnek. Tehát kicsit felgyorsítva a dolgot, ezekből a verszakokból is tapasztalhatjuk, hogy a tudás jógájának célja sokkal-sokkal finomabb, mint a cselekvés jógájának célja, de mégis türelmesen gyakorolnunk kell folyamatosan a karmakándát, tehát a cselekvés jógáját. Nem érdemes feladni például a vallásunkat. Nem fogja zavarni a benső utat. Tehát nem attól leszünk a megvilágosodás felé haladó emberek, hogy nem tartjuk meg a húsvétot, csak mondok egy példát, vagy nem megyünk el a karácsonyi szentmisére. Hatalmas tévedés. Tehát ezek a dolgok még a nagyon fejlett lelkekre is tisztítóan hatnak. Vagy nem könyörülünk egy nyomorulton, akinek egy fillére nem marad, vagy nincs egy ruhája. Tehát az nem ok arra, hogy az ember a szellemi út egy komolyabb dimenziójába lépett, hogy abba hagyja ezeket a dolgokat. De már nem azért kell csinálni, hogy az ember most tisztuljon meg. Meg kell őrizni ezeket a szokásokat. Tehát az, hogy az ember igyekszik erkölcsös, jó ember, könyörületes embernek lenni, ezt nem tanácsolják, hogy valaha abba hagyjuk. De eleinte az ember önző, tehát erőfeszítést okoz neki adni a pénzéből, vagy az erejéből, és így tovább. Majd amikor ez természetes lesz, akkor megnyílik előttünk az ég. Azt szokták mondani, betoppan a mester. Nincs probléma, nincs zűrzavar, a lélek megérett arra, hogy magasabb osztályba lépjen, fog találkozni a tanítójával, mert szó szerint karma, jóga megdolgozott érte. Ugye? Tehát eljutottunk idáig. Amikor valaki a tudás jógájának küszöbén áll, tehát a Vedanta tanulmányozásának küszöbén áll, azt úgy hívják, hogy niskáma karma. Mert a niskáma, ugye, aki tanult oroszul, olyan szerencsétlen generációban volt, mint én, az tudja, hogy a nista, az a szanszkrit nis szóból származik. És a niskáma az tényleg azt jelenti, egyébként a nagyon érdekes, hogy a magyarra is hasonlít, mert nincs káma, az azt jelenti, hogy kételen, vágytalan. Cselekszik, mert szereti a gyermekét. Cselekszik, mert szereti a férjét vagy a feleségét. De nem szenvedéllyel, vagy nem szentimentálisan, hanem neveléssel, őszinte szeretettel, nyitott szívvel, tehát vágytalanul, csak úgy. Tehát elvárás nélküli tiszta szeretettel cselekszik. És ez az egyetlen dolog ahhoz, hogy megnyíljon a mélyebb megértés kapuja. Van egy konkrét ajánlat
a sásztrákban, az ősiratokban, így hangzik magyarul, ha valaki hivatásában követi a saját természetéből adódó kötelességek útját, akkor fokozatosan eléri az anyagi minőségektől független önvaló vagy átman helyzetét. Ugye úgy hívják, hogy nirguna. A guna az azt jelenti, hogy minőség vagy kötőerő. Múltkor beszéltünk róla, hogy van ebből három, a jóság, a szenvedély és a tudatlanság, ha emlékeztek rá. Azáltal az ember azt hiszi, mondjuk, hogy villanyszerelő, és nem így van. Eleinte azt hihetné, hogy abból él meg. Nagyon érdekes, de egy szellemi ember, a maga, ezek nagyon-nagyon megtévesztő dolgok. Egy látszólag, vagy pék, tehát akármit mondhatnánk, bármilyen tiszta mesterségről, direkt nem kell akadémiai tanárnak lenni az illetőnek, de a pék azt látott, hogy mosolyogva veszi ki a cipókat a kemencéből, törli az izzadságát, és lekönyökül a pultra, amikor az elsőt megeszik hajnalba. Nem? Mindjárt a kis boltban, ami a pékség előtt van, és utánuk néz, hogy na vajon ízlik-e nekik. És tudjátok, mekkorát lép egy ilyen ember? Vagy egy kertész, aki azzal a gyöngétséggel gyűjti össze a rózsát, és így tovább. Tehát annyi csak, hogy megjelensz a hivatásodban, mindegy, hogy mi. Ne legyünk mondjuk italkimérők, vagy mészárosok, vagy vadászok, értelemszerűen ez nem túl szerencsés, de bármilyen tiszta szakma vagy hivatás. És a természetünk szerint való, mert mi választottuk, és elkezdjük örömmel, figyelmességgel csinálni, és ez is meditáció, cselekvő meditáció. Jelen vagyunk, nem undorodunk tőle, de nem is vetjük rá magunkat szenvedélyesen, hogy hú, ebből leszek milliómos. Tehát nem az erőlködés van benne, hanem az, hogy valahogy adok magamból valamit. Nem tudom jobban illusztrálni, de remélem, hogy tudom érzékeltetni. És amikor érzed, hogy ez az egész azért van, hogy tényleg eltart, mert jogod van hozzá, de másrészt meg kreativitásod megnyilvánulhat rajta keresztül, az eredmény, hogy ez a harmónia meg sem áll a lélekig, az önvalóig. Tehát az én első mesterem mondta Swami Abhayanarayan, hogy vigyázz Indiába, mert a kis falvakban az egyszerű emberek között is nagyon ragyogó elmék vannak. Tehát magyarul illő alázattal utazgassunk, azóta ez velünk rendre megtörtént, mert azt hiszed, hogy kapál, vagy ristültet. És az ember azt mondja, hogy hazavinném Pestre, hogy írjon már egy könyvet, hogy egy kicsit értsük jobban a dolgokat, ugyanis ez az igazság. Ezek az emberek a maguk egyszerűségében hihetetlen szinten tudják, és élik is. Füligérő szája a ristültet, vagy megy a nagy csoki színű bivaj mögött, és szánt, és nem boldogtalan. Megdöbbentő. Nem azért, mert beletörődött, hanem mélyen elfogadja. És teljesen szuverén szellemi élményei vannak e közben. Na hát így lehet eltávolodni az európai ember, az mindig valamilyen számításból, már azért is tanul, hogy majd abból meggazdagodik. Abban sohasem az ő személye jelenik meg, hanem az a vágya, hogy felhalmoz belőle valamit. És már undorodik az egésztől, az ostoba főnökhöz bemenni, a kínzójához, a nem tudom, értitek, mire gondolok, ebben nagyon nehezen jelensz meg. De ha az ember olyan hivatásból él, hogy tudja, hogy Istenem, hát gyerekeim vannak, tudom, hogy jogom van emberként annyit kivenni az életből, a szorgalmas munkám alapján, amennyivel eltartom őket, meg is fogja kapni. Még a Biblia is írja, hogy is van, kérjetek és adatik ti néktek. De fontos, hogy szeresd, amit csinálsz. Mert a legnagyobb probléma az, hogy az életünk végén szomorkodni fogunk, hogy túl sok kompromisszumot kötöttünk. Jó, tehát ez egy nagyon-nagyon lényeges dolog. Tehát a kicsit most nehezítjük a dolgot. A dharma teljesítésének következménye szanszkritul az Isvara Arpana Buddhi, vagyis bármilyen foglalkozásom van, ha tisztán és szeretettel végzem, szeretem az embereket, a család, kezdődik a családdal, és így tágul ez a horizont, azt mondja a Vedanta Sutra, hogy kialakul az Isvara Arpana Buddhi, ami azt jelenti, hogy az istenségnek vagy a Brahmannak elkötelezett értelem. Nem is tudjuk, hol az a pont, amikor az értelmünknek, az elménknek, a gondolkodásunk teljes rendszerének egyetlen tárgya vagy célja van, az Isten vagy az Abszolút. Tehát finomodunk. És nagyon érdekes, hogyha kitartunk továbbra, ez az igazság állapota. De az igazság kimozdul a szeretet irányába, és innentől úgy hívják, hogy Isvara Prasada Buddhi, aminek az a lényege, hogy azt tudod mondani, és így is gondolod az életben, Uram, bármi történik velem, az a te kegyed. Mintha Krisztus mondaná, hogy fiat voluntas tua, ugye a latinul, hogy legyen meg a te akaratod. Az elme nem egyszerűen csak elmerül az abszolútban, és ezt tartja végső céljának, hanem másként állja ki az élet örömeit is, meg az élet megpróbáltatásait.
Tehát most még mindig arról az elmeállapotról beszélünk, ami ahhoz kell, hogy betoppanjon egy tanító. Képzeljük el, hogy ez még nem az a szint, ahol tényleg felavatnak bennünket, mint ahogy sokan gondolnák, ezt nekünk kell kialakítani. És amikor a maga természetességgel kialakul, hogy az életem látszólag negatív vonatkozása is, tanítói kegye a legfelsőbbnek. Hát például a nagy magyar biblia fordítóról, a Károli Gáspárról néztem egy csodálatos dokumentumfilmet, minden vasárnap van ilyen remek film, nagy magyar nyelvészekről, lelkészekről, stb. És akkor fejezte be az első magyar bibliát, én mindig azt szeretem idézni is, amikor elvesztette a feleségét és a gyermekeit egy járvány miatt. És nem azt a választ adta, nincs Krisztus, nincs Isten, gyűlöl engem Isten és ember és a világ, hanem még nagyobb erőfeszítéssel, félretolva a könnyeit, az esendő embernek a fájdalmait, nem, egy olyan dolgot produkált, ami még mindig legyőzhetetlenül a legszebb. Lehet 100 fordítás azóta, igazából, ha az ember szép Bibliát akar olvasni, nem tudom ti, hogy vagytok vele, az még mindig a Károli Gáspárféle. És ki gondolná, hogy mind ment keresztül ez az ember? Nem? És a fájdalmából, az emberi veszteségeiből a legfantasztikusabb termést produkálta. Hát nem csoda, hogy ilyen félisteni vagy angyali élet jutott a számára. Nos, ennek van egy verse, ami úgy hangzik, hogy az az öröm, ami, vagy boldogság, ami kezdetben méreg keserűnek tűnik, ám később mézédessé válik, és az értelemnek az önvalóra való ráébredéséből születik, a jóság minőségébe tartozik. Tehát ugye az ember elkezd az önvalóért élni, az egónak, és az elmének és az érzékeknek megvan erről a véleménye, mert ő élvezni szeretne úgy, mint a többi ember. De te érzed ezt az elhívást, hogy valami egész más vár rád, és féken tartod az elmét meg az érzékeket. Ők automatikusan nem örülnek a te döntésednek. Nem ők. Ők enni akarnak, szerelmeskedni akarnak, és nem lenne rossz egy új kinevezés kétszer akkor a fizetéssel. Tehát ez a Védák szerint, vagy a Védanta szerint három dologgal foglalkozunk, annak a kamini pratista, pénzügyek, párkapcsolat és becsvágy. Tehát az elme mindig ezt szeretné. És te valami más emberé kezdesz válni, és nagyon érdekes, hogy ez a félmondat, hogy az értelemnek a lélekre való ráébredése. És nagyon-nagyon bőségesen fizet, mint az a verejtékes paraszti munka, ha már a hasonlatnál voltunk, hogy évszakokon keresztül dolgozol keményen, és mondjuk a jógik nem nagyon isznak bort, meg ilyesmit, de azért fantasztikus élmény lehet. Hanvas Béla írt egy remek könyvet, a bor filozófiája, valaki olvasta, a címe az volt, hogy imakönyv ateistáknak, amiben minden benne van. Mert nyugodtan kimondhatjuk, hogyha valaki abszolút ateista, de a világ egyik legfinomabb magyar borával, mondjuk egy villányival megkínálod, vége az ateizmusának. Így kezdi. Azt mondja, lehet akármilyen ateista, kortyoljon bele a nektárba, amivel ott van a gazdának a verítéke, erőfeszítése, tudása, a napsütése, a földereje, a zuhogó eső, nem is egyetlen kortyban, Úristen, ez a teremtés. És aki nem teljesen érzéketlen, írja a Hanvas Béla, az ott térdre esik, és azt mondja, mégiscsak van Isten. Tehát fantasztikus. És ténylegesen így van, hogy egyszer csak ráébredünk erre. Tehát ez az idézet fejezi ki leginkább azt az utat, hogy a karma jogától a gyána jogáig hogyan is szeretnénk előre haladni. Nos, a hagyomány szerint a Védanta kinyilatkoztatás, ez nagyon fontos, ugye úgy hívjuk szanszkriten Shruti, mert ez a teremtő úr közvetítő közegén keresztül nyilvánult, meg úgy hívják, hogy Vyásza vagy Vyásza Déva, az isteni Vyásza, akin keresztül megnyilvánult, méghozzá a legfelsőbb szándéka szerint. Ezért rendkívül nehéz magányosan megérteni. Tehát egy hasonlattal élve, pap vagy szerzetes legyen a talpán, aki neked leckét tart hitelesen mondjuk a János jelenésekből, hogy egy mértékadó példa, aki ismeri. Olyan óriási kihívás dekódolni azokat a szimbólumokat, a tudás is kevés hozzá. Ehhez hasonlóan a Védanta Sutra az kinyilatkoztatás, Shruti. Maga az abszolút igazság írott formában. Nem dogmázni szeretnék, mint mondjuk más vallásokban, hanem ehelyett inkább azt mondanom el, hogy amikor már értjük, akkor rádöbbenünk arra, hogy egy szubtilis térképe, foglalata az egész teremtésnek, abszolút értelemben is, tehát a külvilág tekintetében is, és a benső világunk tekintetében. Amikor már értjük, akkor ahányszor olvassuk, mintha egy iránytű volna a kezünkben. Egyszerűen tényleg tudjuk, hogy merre tartsunk, mit kezdjünk az életünkkel. Mivel ez nem automatikus az embernek, ezt a bölcsességet, amikor az első nagymesterek felfedezték, ez alatt azt értem, hogy megvalósították,
úgy hívják ezt, hogy szidik, ha valaki ismeri a szanszkrit nyelvet, tehát emberfeletti képességek, nem e világi képességek, tudásban és egyebekben. Úgy hívták ezeket a mestereket, hogy risik. Ma már mindenki mesternek fordítja őket, de risi szanszkrit nyelven azt jelenti, hogy felemelkedni vagy az égben lebegni. Tehát ebből sokkal jobban érthető, hogy miért hívták őket risiknek. Tehát olyan lények, akik az emberfeletti síkra emelkedtek, meglátták és magukba fogadták, megvalósították ezt a tudást. És ez azért nagyon lényeges, mert ők hozták létre azt a hagyományt, amit úgy hívunk, hogy smriti, de ez azt jelenti, hogy szóbeli hagyomány. Végre valaki elkezdte magyarázni a kinyilatkoztatást, méghozzá úgy, hogy az ember maga is fejlődhet általa. Gyakorlatban, ha visszakérdezné, hogy na most valami praktikusabbat mondjunk róla, ez az alapja a tanítványi láncnak, amit úgy hívunk, hogy guru parampará. Tehát azoknak a mestereknek a kegye, hogy mai napig 4 ilyen tanítványi lánc fennmaradt Indiában, akik tartalmaznak megvilágosodott mestereket, az első nagy látók vagy risik úgy döntöttek, hogy nem távoznak el a földről azelőtt, mielőtt a következő generációban legalább néhány ember látja, megérti, megvalósítja ugyanazt, és ezt mindig biztosítják. Tehát évezredek teltek el, és India 4 ilyen vonalat megőrzött, hogyha valaki bármelyikkel találkozik, és mindent belead, amit emberként megtehet, akkor üdvözülhet úgy, mint évezredekkel ezelőtt. Ez nem vallás emiatt. Ez tartja fent India borzalmas történelmének ellenére ezt az ősi tudást, hogy mindig ott vannak azok a lelkek, azok a felemelkedett lények, akik maguk a könyv. Tehát mondják, hogy van könyv bhágavata, meg van ember bhágavata. Az ember a fontosabb. Olyan, mint amikor Krisztussal találkozhattak a tanítványok, és rádöbbentek arra, hogy te vagy a minden, sokkal több vagy, mint az írott régi írások. Te vagy az eleven élő könyv. Tehát ezt értjük mester alatt Indiában, úgy hívjuk, hogy guru shishya parampara. Ugye a guru azt jelenti, hogy mester, a shishya azt jelenti, hogy tanítvány, a parampara meg ugyanaz, mint láncolat, ha magyarra fordítjuk. Nos, az indiai tradíció szerint, és ez fontos tisztázni, bizalmasabb, meghittebb, közvetlenebb emberi kapcsolat nem létezik, hiszen a mester minden elvárás nélkül mit is adhatnánk neki, saját lelkünkkel, saját magunkkal ajándékoz meg bennünket. Nincs ilyen szerelem. Nem szerethet így az anyánk. Gondoljuk végig. Nem? Ha azt mondja a szerelmünk, hogy az egész életét ránk áldozza, az anyánk meg tulajdonképpen meg is teszi, ez az igazság. Egy becsületes apa is, és sorolhatnánk, vagy a legtisztább barátságot, akármilyen emberi kapcsolatot nézünk, azt mondja a Vedanta Sutra, nincs kihívója. Ennél bizalmasabb emberi kapcsolat nincs, mint hogy valaki minden ok nélkül megajándékoz téged saját magaddal. Egészen fantasztikus. Ezért aztán az az irodalom, ami ezt a titkot tartalmazni kezdte, hogy hogyan ajándékoz meg egy mester minket saját magunkkal, kapta azt a nevet, hogy Upanishad. Ez azért nagyon fontos, mert az Upanishadok foglalata a Vedanta Sutra, mert az Upanishad szó szerinti jelentése leülni a közelébe. Tehát Upanishad, az a szó összevonás, azt jelenti, hogy leülni a közelébe. A filozófia jelentése pedig egy ártatlan, tehát idáig építettük fel az estét, nyitott, tiszta szívű, békés elmélyű tanítvány, kérem a következő képet, minden szeretetével és vágyakozásával ez a festmény ezt ábrázolja, leül a mester lábaihoz. Ugye itt látjátok, Maheshvar, tehát Sívát, mint az Istennek az egyik megnyilvánulása, és az ácsárja, a tanítómester az Istenre függeszti a szemét, mert ő már végigjárta ezt az utat, a tanítvány pedig az az ember, aki megtalálta azt a tanítót, reménykedve, aki meg tudja ajándékozni őt a legfontosabbal, hogy átélje saját magát, mint lelket. Tehát a tanítványi láncolatnak semmi köze vallások alapításához, szektásodáshoz, pláne személyi kultuszhoz vagy imádáshoz, csak olyan embereket érint a fejlődni vágyó oldalról, aki mindent eldöntött, hogy számára semmi áldozat nem sok, hogy őt egy mester fölemelje. Ő mindent megtenne ezért. És a mester fel tudja mérni, hogy néhány ember közül van, aki tényleg őszinte, és nagyon szívesen megkísérli, hogy átadja neki ezeket a gyakorlati dolgokat. És még egyszer mondom, nem képtelenül nehéz ez az út, hanem az a képtelenül nehéz, amivel most egy jó 10 percet eltöltöttünk, hogy létrehozzuk azt a tudatállapotot, azt a nyitottságot, azt a békességet. Nem tudom, múltkor mondtam-e
egyik nagy tanítónak volt egy ilyen humoros mondása, amikor felmérte az érkező új tanítványokat, és azt mondta, hogy miért retúrjeggyel a zsebetekbe jöttetek hozzám? Mert azért a többség, amikor rádöbben arra, hogy ennek milyen ára van, tehát elszakadni a világtól, elszakadni a testtől, elszakadni a saját gondolatainktól, amit legalábbis sajátunknak hiszünk, az elménktől, az érzésvilágunktól. Hát Krisztus hogy megváltozott, amikor azt mondta, hogy keresni kezdi a családja, emlékeztek a példára? És ki az én anyám? Ki az én apám? Kik az én rokonaim? Ezek nem profán vallásos szavak, hanem jelezte, mit akartok? Ugye, lélek vagyok. Most milyen kapcsolatról beszélünk? Tehát nagyon-nagyon meg kell fontolni, hogy a guru az nem az apu. Sokan teljesen azt hiszik, és nem az anyu. És igazából nem arról van szó, hogy ő gondoskodik rólunk. Hát Európában ez is bekövetkezik, mert akkora a baj, annyira nincs lelki tradíció, pláne 50 év kommunizmus után, hogy sokszor még azt is elvállalják, hogy jó rendben van, akkor még abban is asszisztálnak, hogy valahogy kijöjjenek az emberek az anyagi lét csapdájából, hogy csökkenjen a vágyuk vagy a szenvedésük. De szigorúan véve az eredeti guru az fölméri, hogy megvan-e ez a megnyilvás, tehát lelki érettség, vagy nincs? Ha igen, semmit nem tart vissza, figyelni fog, hogy mi az, ami befogadható, és mi az, ami még sok. Tehát nagyon fontos. Nos, a mester-tanítványi kapcsolat torzulásban van. Nem India miatt, ők még mindig, hogy úgy mondjam, termelik az újabb és újabb megvilágosodottakat. De Európa és Amerika egy furcsa módszert kezd alkalmazni, odautazik, felavattatja magát, hazamegy, kirakja a képet, imádni kezdi, egyébként azért, mert a kereszténység erre tanította. Ugye, mert Krisztus ott van egy ilyen idolként a templomban, személyes találkozás nincs, inkább egy szervezettel tartja a kapcsolatot, mint egy igazi mesterrel. Tehát nincs személyes élmény, és nem értjük, hogy a dolog attól működne, hogy ez a festmény mutatja, hogy én itt vagyok. De nem két évente 10 percet, és egyébként áhítattal gondolok rá. Itt köztetek ezt elmondom nyíltan, mert a Vedantáról van szó. Egy kezdő szinten sosem beszélnék így, mert akkor megharagszanak, hiszen nagyon sok ember gondolja, hogy na rendben van. Hát lefotóztam, kinyomtattam, bekereteztem, és rendben van. Tehát ez borzasztóan nem így működik. Mert ami hat, és higgyétek el, így van, az valakinek a személye. Én az egyik könyvemben a legnagyobb alázattal azzal kezdtem életem első komolyabb könyvét, a Duna Evangéliumot, hogy őszintén leírtam, hogy hogy találkoztam a mesteremmel. Mert közben rajta azon gondolkoztam, ha nem látom meg, ha nem karol föl, én most azt se írom le, hogy a. Mert egy gondolatom nem lenne, annyira mindent neki köszönhetek. Ezt tényleg így gondolom. Nem is tudtam, hogy ez a világ létezik, amíg ő nem mondta, hogy nyisd ki az ablakot, és akkor ne úgy előbb húzd fel a rolót, tudod. Tehát semmi nem működött. És az a vesződés, ahogy próbálkozott velem így, próbálkozott úgy, ha nem értettem, akkor amúgy. Szóval megdöbbentő, és hogy mégis tudjunk fejlődni, két részre osztották a tapasztalt mesterek az utat. A tapasztalt mestert hívják úgy, hogy ácsárja. Nem ács, mint amit Jézusról mondanak, hanem ácsárja. Tehát Jézus nem ács volt, hanem ácsárja volt. Ez is egy hosszabb téma lenne, mert a tekton görög szó az mestert jelent, és nem ácsot. Tehát ugyan mondom a szobafestőnek, vagy a vízvezetékszerelőnek is, hogy mester, igaz? Na, meg a mesteremnek is azt mondom, hogy drága mester, de azért a kettő között csak tudom, hogy mi a különbség. Tehát pusztán azért, mert azt írják, hogy Jézus tekton, ugye a görög nyelvű új szövetségben, igen érdemes elgondolkodni azon, hogy valóban azt értették alatta, hogy ács volt, és tényleg csinálta az asztalokat. Én ezt nagyon furcsállanám. Erről egészen más a véleményem. És nagyon érdekes, hogy az indiai mester szólt, hogy ácsárja. Mikor elmeséltem ezt a problémát, hogy Jézus az ács, és akkor mondta, hogy ácsárja. Mert ácsárja azt jelenti, ácsára a szanszkrit szóból származik, hogy aki a példájával tanít. De hogy is tanulok én, ha sose látom ezt a példát? Ezért az ácsárják kiképzik a fejlett tanítómestereket, ezeket hívják gurunak, és ezeket elküldhetik már más országokba, vagy kis idő múlva hazaeresztik, ha befejezték a tanításukat, és a saját hazájukban, mint siksaguruk, azt jelenti, hogy oktató mesterek, be tudják mutatni a példát. És őket képesek követni. Ha elakad a siksaguru, elutazik az ácsárjához, elmondja neki, hogy problémái vannak, hogy nem tudja, hogy adja át a dolgokat, tovább képzik,
megint hazamegy, és megint meg tudja mutatni. Tehát van, akitől tanácsot kérjen. Tehát ez így teljes, ez nagyon fontos tudni, hogy mindig van egy, általában igen idősek már az ácsárják. Tehát a tökéletessé vált lények már nem 20 évesek. A testvéremmel szándékosan nem ugyanazt a mestert követjük. Ezt sokkal védák nem is ajánlják, sokkal egészségesebb, hogy... És az ő tanítómestere 103 éves korában távozott el, és utolsó időben már csak egy kanál ilyen gyümölcslevet eszegetett. Mindenki nézegette, hogy mitől maradt egybe a teste. Majd nem tudom, mondtam-e nektek, majd egy nap szólt este, hogy hát nem bírom összetartani ezt a rendszert. Tehát annyira elaggott, hogy holnap 11-kor távozom. És tartott még egy leckét másnap 11-kor, még egyet mosolygott mindenkire, és távozott. Tehát nem az a pánik volt, mint az elfekvőbe meg az egyéb helyeken, tehát félelmetes. Csak ugye utána az ember kötelessége is az, hogy ha valamit ebből a magunkba szívott kincsből valahogy továbbadni, de ez úgy van bebiztosítva, hogy mindig vannak nagyon kevesen a tökéletes lények, és képzik azt a generációt, aki úgy mondjam a golvonalon áll. Tehát igazából minden esélye megvan arra, hogy ne vesszen el a tanítás, hanem benne tovább éljen. Tehát az ácsárjáknak is van egy tanítványi lánca, és a siksaguruknak is van egy tanítványi lánca, így már becsületes a dolog. De az hogy soha senkitől nem kapunk közvetlen szemtől szembe tanítást, csak olvasgatunk meg, néha meggyűjtünk egy füstölő pálcát egy fotó előtt, az vallásosság, az karma kanda, abból nem fog elindulni a megvilágosodás. Tehát ez fontos, nagyon-nagyon fontos a kettőt külön választani egymástól. Jó. Még néhány dolgot a mester és a guru kapcsolatáról. A guru az képes tükrözni a tanítványi lánc minden ősi tudását. Tehát valahova belép egy térbe, egyébként ha már a hamvas mondtuk, azt írja, hogy egy igazi brahmana, az bárhol megjelenik, még profán térben is, azonnal szellemi közösséget generál. Tehát a saját ereje megjelenik, és a saját ereje, a lelkek érzik, mindig azt mondta az én mesterem, a lelkek érzik, hogy most széthúzhatják a börtönrácsokat. Tehát úgy ki tudnak kukkantani az elméjükből, a testükből. Lehet, hogy meg sem szólalt. Egyszerűen, hogy mondják, ez behozza azt az aurát, ami a lényéből árad, és közösség kezd, azonnal egy szellemi közösség, egyfajta hangulat kezd generálódni. Ezért mondják, hogy állandóan sugározza az legősibb hagyományt. Egy modern ember, ugye a 21. században élünk, és ennek dacára az évezredek benne vannak. A Vedanta Sutra azt mondja, hogy 5 éves gyermek és 1000 éves bölcs egyszerre egy igazi ácsárja. Nagyon érdekes, mert az 5 éves gyerek ugye az édes és ártatlan, 1000 éves mesternek meg nem tudsz mondani már semmit az életről, jobb, hogyha az ember őszinte vagy, ha az sem megy, akkor hallgat. Tehát a tanítványnak más a helyzete, ő szorongani fog eleinte. Ugyanis fel fogja fedezni, hogy fülel, mint az őzike az erdőbe, és van, amit magába integrál, vagy befogad, de ilyetten visszaveri a dolgokat. Tehát, és ez látszik rajtunk. Tehát egyszerűen jön, tehát tényleg árad a kegyelem, és minden lepattan rólunk. Próbálkoznak velünk így. Tehát nagyon kevés, hogy mondják, mintha nagyon rossz kocsid lenne, ami 100 kilométeren 32 litert fogyaszt. Tehát rendkívül rossz hatékonysággal. És akkor rájövünk arra, hogy minket szeretnek, mert ezt kibírni. hogy törődnek velünk, és ennyire nem megy. Hogy mindig hazamegyünk ugyanazokba a hibákba, és egyszer csak meggyőznek bennünket arról, hogy nem kell megijedni, valami mindig beépül. És ő, mivel ezt az utat végigjárta, tehát maga is emlékszik ezekre a fázisokra, ez nagyon fontos. Pontosan tudja, én hol tartok most, nekem mi a problémám, körülbelül mivel küszködhetek. Tehát nincs ítélet, bírálat, meg rossz kedv, hogy fiam vagy lányom, de hülye vagy még mindig, pedig 20-szor elmondtam, hanem csak szeretet van és türelem, és mutatja és mondja, és valami mindig több és több, és egyszer csak elkezd gyorsulni a folyamat. Mert olyan, mint egy hógolyóból lavina lesz. Vegyünk egy pozitív példát inkább, hogy hógolyóból hóember csinálunk. ne legyen lavina. Tehát az ember először csak izzad, és a végén, amikor már nagy a gombóc, akkor már igen könnyű előre haladni. Ugye? Tehát rendkívüli türelem kell ehhez, és voltak éppen ennek a tudásnak az útja, ezért a tanítvány nézőpontjából, és szigorúan a Vedanta mentén haladunk, 3 összetevéből áll, az egyik a tanulmányok. Ezt minden beavatás használja ezt a szót, csak nem egyértelmű értelemben, ezt hívják úgy, hogy sravana. Ugye, sokszor azt mondják, hogy hallás, de sravana azt jelenti, hogy tanulmányok minden eszközzel.
most van az ideje annak, hogy az ember megnyílik, és szomjazza, hallani akar. Igazából szinte semmi nem elég. Tehát ez az alapállás nagyszerű. Amikor a sravana korszak, ez a hallás, befogadás, tanulás korszak nagyszerűen működik, akkor beindítja a guru a következő dimenziót, amit úgy hívunk, hogy gondolkodás, vagy manana, ugye a manasz elmeszóból lehet érteni, elkezdi nem megengedni, hanem kötelezővé tenni. Most pedig gondolkozz azon, amit eddig megtanítottam neked. Eleinte önti egyszerűen. Boldogok is vagyunk, megtanuljuk, visszamondjuk, hát úgy érezzük, minden rendben van, és akkor egyszer csak változtat a stílusán, és elkezd faggatni. Személyes élményem, hogy megijedtem, mikor behívott a szobájába, és azt mondta, hogy akkor nyissam ki bárhol a Bhagavad Gita-t, és tartsak neki egy 30 perces leckét. És egyszerűen azt jutottam, milyen nyelven beszélek, vagy mi történik. Annyira zavarba jöttem, mert hát olyan jól el voltunk évekig. Mi mindig leültünk, ő beszélt, és onnantól kezdve kínzott. Nem volt ő bántó, vagy valami, nem pontos, nem így van, nem ezt mondtam. Szerinted miért? Én szerintem, igen, szerintem. De ennyire kíváncsi ez? Nagyon szeretné valami. Akkor az ember összeszedte magát, elmondta, jaj, ezt hagyd abba, ez butaság, szóval elég kínzó volt. Ugyanis a második szakasz az ténylegesen arról szól, hogy most viszont már értelmezzed. Tehát egy kicsit a mélyebb összefüggései hassanak át, mint hogyha az ember ismerné a közlekedésben nem csak a pedálokat, hanem a táblákat, önmagát, a temperamentumát, mögötte jönnek előtte, elkezdünk tájékozódni ebben az egész rendszerben. És a végén jön az elmélkedés vagy kontempláció, ez a nididhyasana, ami azt jelenti, hogy és akkor most kezdj el meditálni. Ugye? Tehát befogadtuk a szükséges tudást már mennyiségileg, a gondolkodás által minőségivé tettük, és utána megindulhat az elmélkedés. Miért? Mert az értelem tovább már nem haladhat. A meditáció az, ami meghaladja az emberi értelmet. De az értelmet le kell győzni, úgy, mint az éhséget. Ha sikerül jól lakatni, tehát megfelelően megértett, felvett filozófiával, akkor az értelem nyugodt. És azt fogja mondani, mit parancsolsz, kedves gazdám? Hát az, hogy meditáljunk. És csöndben lesz, békés lesz, és enged. Enged haladni, mert hisz, mert megnyugodott, mert érti már, hogy miről van szó. Csak vallásosként azért nagyon nehéz meditálni, imádkozni lehet, mert pont azáltal, hogy kezdünk elmélyülni és lecsendesedni, indulnak meg a kétségek. Nem? Az ember meditálni akar, és akkor ez csak megszólal az elméje. Te szerinted van Isten? Az már elég kínos. Vagy van neked lelked? És egy ilyen párbeszéd, és akkor visszaszólsz neked, persze, hát azért meditálok. Jó, de tudod ezt pontosan? Vagy, és borzasztó, tehát a benső kétség, ez a mardosó kételj, ami a minden olyan emberre jellemző, aki intellektuálisan nem tisztázta a dolgokat, az nagyon jellemző. A Kata Upanishad, illetve a Kína Upanishad, mert az előbb volt a Kata, a Kína Upanishad invokációja tartalmaz egy megdöbbentő kérést. Egy szanszkrit összevonás azt jelenti, hogy vidvisávaja, mi ebben a különleges? És a Vedanta Sutra fölveti, azt jelenti, a guru fohászkodik Istenhez. Add Uram, nem a tanítvány, a guru, add Uram, hogy ne legyünk irigyek, és ne gyűlöljük meg egymást. Mi elfogadja a tanítványt, és magában ezt kell, hogy imádkozza egy igazi mester, hogy add Uram, hogy ne legyünk irigyek, és ne gyűlöljük meg egymást. És ez ugye nincs kifejtve, mert ezt magunktól kell érteni. A Vedanta Sutra azt írti ez alatt, hogy figyeljük meg, figyeljétek meg, hogy nincsen nagyobb békétlenség a világban, mint a vallásos vagy transzcendentális filozófia. Seregek és népek rontanak egymásnak, Isten nevében legyilkolják birodalmak, országok és népek, nem Allah a Krisztus népét, aztán vissza, vagy nem is tudom, ki kezdte először. Nagyon-nagyon sok fájdalmat okoz az, hogy a tanítvány nem korcsá válik, irigyé, ellenségessé. Ugye a guru elkezdi vele a munkát, finoman nevelné vagy építeni, és hát néha az én mesterem is mondta, szerencsére akkor éppen nem rám, de ezen átesünk, hogy legalább a gurut ne hibáztatnák. Tehát jön egy korszak, amikor a tanítvány úgy érzi, hogy leleplezte a gurut, már ő is érti. Ezt már ő is, lehet, ezt én is el tudom olvasni. Most ebben mi a különleges? Tehát úgy kezd az ego magára találni újra. Először megvan szeppenve, mert ismeretlen terepen van, és akkor megérkezik arra a szintre, és elindul ez a látens, nagyon emberi irigység, vagy gyűlölködés, vagy széthúzás. Jön a következő kép. Ezért a fogadalom végén, aki jogázik, az tudja, három szót szoktunk mondani,
Akár mondhatnátok is velem, mert biztos, hogy mindenki ismeri, ez az Om Shanti Shanti Shanti, ha akarjátok, akkor mondjuk háromszor. És úgy kell mondani jól, hogy az első a leghangosabb, a második középhangos, a harmadik meg egészen halk. Jó, belevágjunk? Om Shanti Shanti Shanti. Tudnék, a mester három szenvedéstől akar megváltani bennünket. És azért mondunk, Shanti azt jelenti, legyen béke. Az Om egy nagy felkiáltás, hogy Uram vagy abszolút ad, hogy legyen béke, béke, béke. De miben legyen béke? És a háromféle szenvedéssel szemben legyen béke. Ez az ábrázolás, ez szándékosan ezt mutatja. Miért? Mert ami most is van, az óriási árvíz, azt hívják úgy, hogy Adhi Daivika, mert benne van, hogy Isten, hogy olyan erejű pusztítás éri az emberiséget, árvíz, vulkánkitörés, földrengések, stb., amit a piciny ember nem tud elhárítani. És azt mondja, hogy legyen béke, hogy ne pusztítson el bennünket a világ karmája, hogy meg tudjunk világosodni. A másik, az Adhi Bautika, az azt jelenti, hogy más élőnyek által okozott szenvedés, de ezt főleg, ezt egyébként azok sem tudják, akik ezt a szót ismerik, hogy ez a meditációra igaz. Mert le akarsz ülni valahová meditálni, és berepül egy légy, vagy megcsíp egy szúnyog, vagy a szomszéd felerősíti a hülye magnóját, vagy akár. Nem így van. És annyi borzasztó dolog van, mert az illúzió gyűlöli, hogy te szabadulni akarsz. És nagyon komoly, egyszerűnek látszó sorozat nehézségeket támaszt, hogy piszkálni kezd a környezetet. Nem? Például a füstölődre azt mondja a szomszéd, hogy mi bűzlik nálatok, vagy valami. Ami létezik ellenségeskedés, nem akarok tovább improvizálni, az bekövetkezik. Tehát a második Shanti az arra szól, hogy legyen körülöttem is nyugalom, hagyjanak békében fejlődni az emberek. Ne piszkáljanak, ne legyenek ellenségeim, én sem gondolok senkire ellen. Nem is olyan egyszerű dolog ez, hogy egyáltalán egy kis könyörület vagy békesség legyen, hogy fejlődni tudjunk. Hát most már a Himaláján is fejbe dobnak helikopterről egy Coca-Cola-s üveggel, tehát nem úgy van, nem tudsz hova elbújni. Most már nagyon kell ez a Shanti, hogy te békében fejlődhess. Pláne, ha nagyvárosban élünk, nem is túlzás, hogy mennyire, csak néhány óra csend, ugye? Ezért. A harmadik pedig a leghalkabb, mivel az elménkről van szó, hogy amikor meditálunk, akkor ne a tudattalan tartalmai jöjjenek elő, meg minden zavaró vágy, meg szorongás, hanem tényleg legyen csend, tényleg legyen béke, és add, hogy az elmém megadja magát, és oda tudjon rád figyelni. Tehát ezért mondja a mester ebben a faházban, hogy ne legyen gyűlölet és irigység közöttünk, tehát legyen, legalább az Isten nevében ne gyűlöljük, vagy értitek? Szerintem fantasztikus, hogy így kezdődik, és utána azt mondja, viszont ebben a három dologban meg legyen béke, és akkor fogunk tudni fejlődni. Jöjjön a következő kép, hogy ne ezt kelljen feltétlenül szemlélni. És szeretnék egy bizalmas dologról beszélni veletek, mert mindenki szereti a Bhagavad Gita-t, hogy mi a különbség a Bhagavad Gita és a Vedanta Sutra tudománya között. Ez egy igazi unikum. A különbség az Upanishadok és ezeknek a foglalata, tehát a Vedanta Sutra és a Bhagavad Gita között abban áll, hogy a Bhagavad Gita még egy karmikus krízisben égő emberen segít. Nem tudom, ki ismeri közületek, remélem sokan a Bhagavad Gitát, és emlékeztek rá, hogy egy háború kellős közepén kezdődik a tanítás, ami egy olyan értékes szimbólumrendszer, ami arról szól, hogy nagyon nagy bajban vagyunk. Ugye? Krízisből a katarzisba vezet el a Bhagavad Gita. Az az ember, aki minket képvisel, Arjuna, határtalan szenvedésben és probléma özönben kéri a legfelsőbb kegyét, hogy valahogy megoldja az életét. Az Upanishadok és a Vedanta Sutra már a beavatottaknak szólnak, vagy legalábbis azoknak, akik a beavatás vágyával élnek. Mivel tudom ezt bebizonyítani? Ő keresi fel a mestert. Nem csatatéren van, nem a világ háborújában, nem pénzt akar, nem szerelmeskedni akar, és nem igazgatói kinevezést, hanem örökké valóságot akar. Megy és keresi a mesterét, keresi azt a forrást, aki segít rajta. Ez nagyon komoly különbség. Tartalmában óriási az átfedés, mert a Bhagavad Gita valójában egy Upanishad, csak már nem úgy, Gita Upanishad az eredeti neve, Gita Upanishad. Mert szintén párbeszéd, ugye Krishna és Arjuna párbeszéd. Upanishad mindig párbeszédet jelent. Csak azt tekintik Upanishadnak, aminek az elolvasása vagy tanulmányozása megvilágosodást eredményez. Tehát a Bhagavad Gita konkrétan megvilágosodást eredményez, de fontos észrevenni a különbséget a Bhagavad Gita és a Vedanta Sutra között,
hogy egymásra épülne. Tehát a Vedanta a legfelsőbb tudomány, hogy a Bhagavad Gita a krízisben lévő emberen segít. Mintha térdre esnénk, Istenem, ha vagy, most segíts rajtam. Ez a Bhagavad Gita. A Vedanta Sutra az így kezdődne. Tudom, Istenem, hogy vagy. Segíts rajtam. Nem tudom, hogy tudom-e éreztetni a különbséget. Tehát más ember nyúl a Vedanta Sutráért, ő már alaposan ismeri a Bhagavad Gitát, segített rajta az Isten. Nem kérdés. Nem kérdés számára, hogy ő lélek, hogy van abszolút igazság. De hogy vegye föl vele a kapcsolatot? És erre jön a Vedanta Sutra. Így. Ugye? Ez két nagyon, nagyon fontos dolog. Ha azt mondaná valaki, hogy illusztráljuk, hogy miről szól a Bhagavad Gita, van egy nagy titok. Minden Upanishad azzal mondja el, hogy miről fog szólni, hogy mi az első szava, és mi az utolsó szava. Erről nem szoktak így beszélni. Ezt ugyanígy megteszi a Bhagavad Gita is. Ugye úgy kezdődik, hogy Dharmak sétré, Kuruk sétré, Samaveda Yujutsava, Mamaka Pandavas Chaiva Kim Akurvata Sanjaya. Tehát a dharmához kötődő tettek mezején, ha úgy fordítjuk, ahogy van, Kurukséta síkján, harcra vágyva összegyűltek az én fiaim és a pándavák, ó Sanjaya, mi történt velük? A harc az létforgatagot jelent, anyagi evolúciót. Az erősebb fennmarad, nem? Anyagi világban a gyengébb meghal, vagy rabszolga lesz, vagy ki lesz fosztva. Erről szól a modern élet is. A Bhagavad Gita vége, Yatra Yogeshvara Krishno Yatra Partho Danurdara, Tatra Sirvijayo Bhutir, Dhruvanitir Matir Mama. Ez a mama, ez azt jelenti, hogy az én véleményem, vagyis bárhol is legyen Krishna a jóga mestere és Arjuna a legkiválóbb íjász, ott biztos a szerencse, a győzelem, a bőség és a legtisztább erény, és az utolsó szó, ez az én véleményem. De hogyha összekapcsoljuk, hogy dharma mama, az alapján megtudhatjuk, hogy mit üzen voltak éppen a Bhagavad Gita, ez azt jelenti, hogy az énnek, ugye a mama az ént is jelent, én, enyém. Az énnek a dharmája, az énnek a kötelessége, az önvaló alapvető természete ebben a világban. Ez követhető így? Ugye a dharma azt jelenti, hogy abszolút, tehát tökéletes értelemben vett kötelesség. Mi az igazi, ki az igazi én, és mi ennek az énnek a természete és a kötelessége két szóban. Tehát ha megnézzük az elejét és a végét, azt tapasztaljuk, hogy a Bhagavad Gita el fogja magyarázni, hogy mi az, hogy én, hogyan lehet fejlődni, hogy a tökéletes ént elérjük, és ennek mi a feladata. És a Vedanta Sutra pedig azt fogja mondani, hogy hogyan veheted fel az abszolúttal a kapcsolatot, hogyha ezt a két pólust már ismered. Remélem, hogy ezzel meg tudtunk ágyazni a következő témához. Nos, a Shankaracharya azt mondja, hogy Bhagavad Gita kincsit atita, vagyis magyarul, aki egy parányit is megértette a Bhagavad Gitából, parányit, annak élete már nem volt hiába való. Nem azt mondja, hogy az egészet, egy icipicit, ha megértünk a Bhagavad Gitából, akkor annak élete már nem volt hiába való. Nos, akkor képzeljük el, hogy milyen mértékben igaz ez a Vedanta Sutrára. Ugye? Hogyha, és nem rangsorolni akarom, a Krisnának vannak más tanításai is, például az Uddhava Gita, ami magasabb szintű, mint a Bhagavad Gita, de már nem lett világhírű, mert segítség nélkül felfoghatatlan. Ez a Bhagavata Purana 11. fejezete. Olyan döbbenetes dolgokról van benne szó, hogy évekkel később, amikor az ember már nagyon összebarátkozott a Bhagavad Gitával, akkor már szinte szaladgál extázisában, hogy ilyen dolgok léteznek. Tervezzük, hogy kiadjuk csak ezt a részt egy alaposabb fordítással, meg magyarázattal, mert óriási módon lehet fejlődni általa. De hogy miért nehéz a Vedanta Sutrát megérteni? 286 ilyen párbeszéd született, ahol egy megvilágosodott mester beszél egy őszinte tanítvánnyal. Ebből ma 108-ról tartják, ami őseredeti és tényleg hatékony, de mivel rövid az életünk, végsősoron a 11 legfontosabbból készült a Vedanta Sutra. Ugye ez követhető. Tehát az eszenciálisan 11 ősi és leghatékonyabb párbeszédnek, nem elméletnek, 11 olyan mesterrel beszélgettek, aki tökéletes lény volt. 11, képzeljük el, 11 fantasztikus nézőpont, hogy hogyan szabadulhatsz el. Az imént mit mondtunk? Csak ne legyen irítség és gyűlölet köztünk. Nem tud mit csinálni egy kezdő 11 nézőpontban, mert 10-re azt fogja mondani, hogy hazugság, aljasság, ez nem igaz. Tehát nagyon meg kell nyílnunk ahhoz, hogy tolerálni tudjuk, hogy jé, innen is lehet látni, meg onnan is. Tehát egy tökéletes lény rendkívül sokoldalú megvilágítását tudja adni ugyanannak a dolognak. Tehát 11 fantasztikus nézőpont van belezsúfolva a Vedanta Sutrába, néhány száz verszakba.
úgy fogjuk befejezni az estét, hogy igencsak feladjuk a leckét, mert a két legfontosabbat, hát én direkt mondom úgy, hogy egymás mellé állítjuk, de van, aki majd úgy fogja érezni, hogy nem, ez éles szembenállás. Ez egyirányú utca, és valaki természetesen a behajtani tilossal szemben hajt be, de mindenki ezt gondolja. Úgyhogy nézzük tovább akkor ezt a... Úgy hívják az Upanishadok tartalmát emiatt, hogy Vedanta Vigyana, mert a Vigyana azt jelenti, hogy megvalósított tudást. Tehát a Véda tudásának a vége, a bölcsesség csúcsa. És ezért ezt a 11-et mindenképpen ki kell emelnünk, na kicsit felgyorsulunk. A Katha Upanishad, amiből már fordítottunk egy pár verszakot, egy újabb kis csokorral szeretnélek benneteket megajándékozni, mert tartalmazza a Vedanta Sutra. Aki ismeri a Bhagavad Gita-t, annak aha élménye lesz, mert a Bhagavad Gita is vesz át más Upanishadokból. Ennek az az oka, hogy az isteni mester Krisna fejből tudta nyilvánvalóan az Upanishadokat, és néha ugyanazokat a verszakokat mondja egy-egy szót megváltoztatva Arjunának, mint ami a többi Upanishadban van. Direkt nem olvasom a szanszkritot, mert akkor tudom néhány barátomról, hogy már is lebukunk, csak a magyart. Alig néhány az, ki hall a lélek felől, és még kevesebb szentel életét az önvaló kutatásának. Csodálatos, amikor valaki a lélekről tanít, ám kevés a lelket ismerő valódi beavatott. Áldottak azok, akik egy megvilágosodott mester ácsárja kegyéből el is érik a transzcendentális önvalót. Ugye a Bhagavad Gita az, hogy 1000 ember közül egy az, aki kutat. Emlékeztek? Tehát látszik, hogy az isteni mester Sri Krishna folyamatosan idézi az Upanishadokat. Tehát régen úgy is hívták, hogy Gita Upanishad. Tehát ő nem egyszerűen csak saját magát adja, hanem nagyon tartja magát az ősi írásokhoz, és amikor az ember már érettebb és ismer más műveket is, akkor döbbenten látja, hogy milyen precízen teszi oda a megfelelő Upanishadokat, a Vedantát, a Ramayanát, a Mahabharatát. Óriási, sejtettük, de hogy konkrétan is micsoda tudás jelent meg Arjuna segítségére, szóval fantasztikus. Folytatom ezt a... Az igazság a lélekről nem jöhet el ahhoz az emberhez, aki nem valósította meg, hogy ő maga az önvaló. Ugye mindaddig, amíg kívül keresünk, ezt hívják vallásnak. Addig lehetetlen megvilágosodni. Tehát az első mondat, hogy az igazság nem jöhet el addig hozzánk, míg legalább elméletileg nem tudjuk, hogy mi magunk vagyunk az önvaló. Nem kívül, meg körülöttünk. A töprengő értelem képtelen kinyilatkoztatni a lelket, mely finomabb a finomabbnál, és túl van a formák és dolgok evilági kettőségein. Az a tanító képes segíteni másoknak, aki eltérés nélkül mindent a lélekben, vagyis a Brahmanban lát. Hát ezért beszéltünk az ácsárjákról. Ugyanis ez a bölcsesség puszta érveléssel vagy vitákkal elérhetetlen, de könnyű elsajátítani egy megvilágosodott mestertől, aki átlát a világi kettőségeken. Továbbra is Nacsikét azt tanítja Jáma. Te most elérted őt, és így megszilárdulhatsz a lélek igazságában. Nem is kívánhatok bölcsebb keresőt, mint te, Nacsikétasz. Ahová a szem nem ér el, a szó sem és az elme sem éres semmit, amit nem ismerünk, és nem tudjuk, hogy hogyan tanítható, az az abszolút. Na, jól nézünk ki. Tehát a tanítvány egy fekete-fehér sablonra vágyik. Elfogadott a gurú, és egyszerű, mint a saktáblán, elkülönülnek a bábuk meg a színek, és az ember reménykedik, hogy logikus, klassz válaszokat kap, szót fogad, fejlődik, és ez csak kiderül, hogy egyszerűen nem igaz. Miért? Mert engem is úgy tanította meg a nagyfiúk úszni, hogy álltam a kockán kiskölyökkoromba, és mondtam, Miki, elkapsz? Mit gondoltok, mit mondott? Persze, ugorjat, én nyugodtan elkaplak. Hát, oké, rászántam magam, beugrottam. Mi volt az első? 1 méterrel hátrébb. Akkor, hogy hívják kutyába, hogy ösztönösen, hogy voltam vagy 8 éves, küzdök ott a nagymedencében, hát bírja ezt, gondolta, még hátrébb. Röviden átúszotta velem a medencét, és ugyanezt történik, nincs mese. Csak mi tapasztalhatjuk. Vége annak, hogy töprengünk rajta, meg sokat olvasunk, pedig én könyvkiadó vagyok, nekem érdekem volna, hogy mindenki sokat olvasson, de el kell mondani őszintén, hogy egyszer csak torkig vagyunk, már mindent hallottál, már mindenkit hallottál, és ezt érzékelik. És akkor azt mondják, hogy csendesüljünk le, tehát a Bhagavad Gita-ban nyíltan azt mondja Arjunának a tanító, hogy amikor közömbös leszel mindaz iránt, amit eddig hallottál, vagy amit eddig láttál, tehát felejtsd el az egészet, és kezdj el nyugodt szívvel magad tapasztalni egy másikon. És nincs mese, el kell indulni önmagunk felé. Az az óriási szerencse, hogy ez nem kívül van, hanem a saját lényünkön belül, vagyis van realitása annak, hogy megpillanthatjuk.
Ezért a Vedanta Sutra, ahol most tartunk, a tudásszerzésnek 4 védantikus módszerét mutatja be. Ezen alapul az egész. Ezt úgy hívjuk egyébként, hogy nyája. Tehát ha lenne több időnk, és kisfiúk és kislányok lennénk újra, és látnák, hogy tehetségesek vagyunk, akkor ilyenkor beíratnának egy brahmanához Indiában, ahol csak logikát, tehát nyáját tanulunk. Nyája azt jelenti logika. Érvelés technika. Hogy föl tudjunk készülni arra, hogy a guru ugyanis ütköztetni akarja a saját tanítását, mert úgy tudja megnézni, hogy értjük. Ezért az első tudásszerzési módszerünk az a pratyaksa, magyarul a közvetlen érzékelés. Azt is mondtam, az empirikus tapasztalás. Szoktuk így használni. Tehát amit látunk, hallunk, azt mindig az érzékszerveinken keresztül fogadjuk be. Ha alá akarjuk támasztani ezt a pratyaksát, akkor a Bhagavad Gita 9.2-ben találunk, tehát látszik, hogy idézi a Upanishadokat az Úr. Ez a tudás a bölcsesség királya. Ja, nagyon szép a szanszkrit. Rádzsa vidya, rádzsa gujam. Innen származik a rádzsa jóga. Nem tudom, hogy tudja valaki. Tehát fogalmilag ebből a verszakból. Mert rádzsa ugye a királyi út, a királyi jóga. Rádzsa vidya, a királyi tudás. Rádzsa gujam, a királyi titok. Pavitramidam uttamam, pratyaksávagamam darmjam, szuszukham kartum avjajam. Tehát ez a pratyaksá, amit mondtunk, a közvetlen érzékelés, ez befelé is igaz. Vagyis ez a tudás a bölcsesség királya, királyi titok és a legfelsőbb szentség, mivel megvalósítása is most jön a lényeg, közvetlen tapasztalatot nyújt. Tehát nem olvasol, nem másoktól hallod, megvalósítása közvetlen tapasztalatot nyújt. Te ugrasz fel, te vagy boldog, veled történt valami. Ugye? Ez a dharma tökéletessége nagyon könnyen, örömmel végezhető, és ami a legfontosabb, örökkévaló. A második módszer, amit a Vedanta Sutra miatt alkalmazunk el, az anumána. Ez azt jelenti, hogy következtetés, tehát ilyen deduktív megismerésről van szó. Egyébként az anumána szanszkrit nyelven azt jelenti, hogy utólagos ismeret. Következtetés révén nyert tudás, tehát valamely már létező tudás segítségével ismerünk egy újat. Erre is van egy nagyon szép vers. Mint tüzet a füst, mint tükröt a por, mint magzatot anyja méhe, úgy burkolják be a tetteket a vágy különböző fokozatai. Tehát egyfajta létező, érthető hasonlat alkalmazása arra, hogy elmagyarázzuk egy eddig nem tapasztalt dolgot. Ezt is alkalmazzák maga a Vedanta is, és minden mester. Az upamána azt jelenti, hogy összehasonlítással létrejöhő, tehát amikor egy ismeretlen tárgyat hasonlítunk össze egy ismerttel. Például, ahogyan az erős szél sodorja el a bárkát a tengeren, úgy képesek elragadni az ember szabályozatlan értelmét és a csapongó érzékek, ha az elme rájuk összpontosítva követi őket. Tehát megértjük a képből, hogy ugye a szél, a hatalmas hullámok elsodorják a bárkát, el tudja mondani a tanító, hogy a kusza, szétszórt, összpontosítatlan elme is ugyanígy alkalmatlan arra, hogy felfogja ezt a bizalmas tudást. És hát az egyik, ami a vége, de szinte a legfontosabb, az ágama. Ez a kinyilatkoztatás jelenti, vagy a sásztrákat, és ez a mai napnak a címe, mert pont azzal a verszakkal foglalkozunk a Vedanta Sutrában, ami az ágamával foglalkozik. Ugye az ágama az azt jelenti, hogy ős hagyomány. Tehát ránk, hogy egyébként régi magyarul is érthető, csak nem akarok mindig magyaroskodni itt, mert az ágama azt jelenti, hogy ágak. Egy központi tudásnak az ágai. Ágamák. Nagyon fontos tudni, hogy végre tisztázzuk azt, hogy mit fogadunk el szentírásnak. Tehát szó szerint ágama ugyanis azt jelenti, hogy amikor tudod, hogy mi szentírás és mi nem. Remélem, hogy nem unalmas, ha megosztom veletek. Nagyon fontos, hogy 6 különféle dolognak kell jelen lennie egy szent műben ahhoz, hogy azt mondjuk rá a Vedanta nézőpontjából, hogy hiteles és szentírásnak vagy sásztrának tekinthető. Az egyik, hogy mindenképpen tartalmazza a teremtés hiteles leírását. Tartalmaznia kell a világ egyetem megsemmisülésének hiteles leírását, az istenség imádatának a módját, hogyan kell az elmét tisztító, ugye mantra azt jelenti, hogy elme, mantrájati, elmét tisztító, olyan mantrákat alkalmazni, ami megváltozott tudatállapotot eredményez. A megvilágosodás leírását kell, hogy tartalmazza, és a tanítvány 6 jellemének leírását kell, hogy tartalmazza. Ha érdekes, a tanítvány a következő jellemekkel kell rendelkezzen. Kitartás, elszántság, szilárdság, valós tudás a filozófiából, szilárd meggyőződés, és nagyon érdekes az emberek társaságának kerülése. Pedig a magyar mondja, hogy van, hogy madarattolláról, emberbarátjáról ismerni meg, és pontosan erről van szó, hogy aki... Például a férfiaknak szokták mondani udvariasan idősebb jogik, hogyha
hogyha a költekezéstől szeretnél megszabadulni, akkor ne keveredj rossz társaságba. A nők értik, azért nem nevetnek. Nem sikerült. Tehát, hogyha hölgyekkel társulunk, az költséges lesz magyarul. Olyan, ugye, hogy a férfiak mennyire ártatlanok. De értik. És a meditáció típusait is kell, hogy tartalmazza, valamint a jóga négy útját le kell, hogy írja. A karma jogát, a bhakti jogát, a gyána jogát és a rádzsa jogát, mert ez a jogák szellemi sorrendje. Tehát karma joga, bhakti joga, gyána joga és rádzsa joga. Hamarosan rátérünk, hogy miért ez a sorrend. Természetesen, ha valaki benne van egy jogában, és abban van egy gurúja, akkor két karddal vagy pallossal fogja állítani, hogy az a jóga a világon a leghatalmasabb, a legmisztikusabb is. Sem mellette, sem mögötte, se előtte, se fölötte nincsen semmi, és átkozott mindenki, aki mást mer mondani. Ezért fohászkodik az Upanishadban a mester, hogy add, hogy ne legyünk irigyek, és ne gyűlöljük egymást. Mert egy balássai paraszbácsi mondta nekem szomorúan, Atikám, látja, hogy ott két ember ül a padon. Mondom, miért olyan érdekes Józsi bácsi? Azt mondja, menjünk oda, nézzük meg, fiam. Mondom, de miért? Mert fogadok, hogy az egyik nem magyar. Mondom, az hogy lehet? Ebben a faluban két magyar nem ül le egymás mellé egy padra. És oda mentünk, és tényleg sváb volt az egyik. Szóval, hihetetlen. Baranyai kisfalu volt. Szóval szédületes, illetve Balástya Szeged melletti kisfalu. Tehát egyszerűen megdöbbentő a széthúzás. Nos, a Bhagavad Gita ezt az ágamát is alátámasztja, az ősi írások útmutatásából kell megérteni, mi a kötelességi és mi nem. Miután megismerted a szabályokat, alkalmazd őket úgy, hogy fokozatosan fejlődhess általuk. Ennek a négy módszernek az összességét hívjuk úgy, hogy szamanvaja, harmónia vagy összhang. Tehát, hogyha valaki mind a négyet alkalmazza, amiről most beszéltünk, az nem csak tudásában, hanem emberi természetében harmonikus lesz. Tehát a szamanvaja következik. Most értünk ehhez a képhez. Gyorsan összefoglalom ezt a témát. Tehát a karma kandát a Vedanta Sutra úgy vázolja fel, mint egy óriási embert. Illetve a különböző kandákat. A karma kanda, tehát a karma jóga vagy a cselekvés filozófiája szimbolikusan az embernek a lába. Az upászána kanda képviseli az ember szívét. Upászána az brahmanavatást is jelent. Amikor azt jelenti, hogy kétszer születettnek, vagy a filozófiai műveltség gyakorlója, hogy is mondják, ezt tanulmányozására érett embernek tekintünk valakit. Tehát az a szív, az az upászána kanda, az a középső szakasz, hívhatjuk bhakti jogának is. És a fej, az a gyána kanda, a dolgok megértése és a kontemplatív szellemi élet, a meditáció megvalósítása. Tehát így épül fel láb, szív és fej. Ez a három fő jóga. Amikor valaki mindegyiket megvalósítja, az a rádzsa jóga. Rádzsa jóga nem azt jelenti, hogy csak Patanjali, mint ahogy szokták mutatni, hanem olyan tökéletes érettséget jelent, hogy a helyes cselekvés, a helyes filozófiai műveltség, a helyes meditáció, és az egész egy egyetemes szeretettel láthatva. Tehát az azért királyi, ilyen szempontból. Jó, jöjjön a következő kép. Nos, hát most újra vetítjük az első sorát, a Vedanta Sutrának, ez az Adhato Brahma Jigyasa. Tehát mindaddig filozófiailag fordítva a mondatot, amíg az emberi lény nem tesz fel kérdéseket a Brahman az abszolút természetéről, valamennyi tette kudarcnak számít. Tehát így is fordíthatjuk ezt a mondatot. És haladunk egy, remélem majd úgy őszintén kérdezem, hogy együtt vagyunk-e még, vagy nagyon komplikált témák felé tartunk, de ha még kitart a lelkesedés, akkor még csak most kezdődik a java. Tehát ugyanis tényleg igyekszünk tárgyilagosan. Leírhatjuk el a Brahman természetét? Mert egy óriási vita van, hogyha a Brahman abszolút, vagyis megfoghatatlan, azon mit akar az emberi szó meg az értelem? Hogyan írhatjuk le? És azt mondja a Vedanta Sutra, hogy ugye miről is van szó? Békés tanítványi attitűddel valahogy el kell kezdenünk ezt a dolgot. Igenis leírhatjuk a Brahmant három szóval, hogy Sat, Chit és Ananda. Elfogadhatjuk vele kapcsolatban, hogy örökkévaló, nem? Már beszéltünk róla, és elfogadhatjuk vele kapcsolatban, hogy maga a tudatosság, egyébként nem mondjuk, hogy abszolút tudatosság, de az sokkal jobban megértjük, nem, maga a tudatosság. Brahman az azt jelenti, hogy örökkévaló tudatosság, és Ananda, aki ráadásul megszakítatlan gyönyörben van. Ezért rendkívül dolog érintkezni vele, mert ha valaki érintkezik vele, az ezt a hármat éri el. Viszont magunkra vonatkoztatva annyit tudunk a Vedantából, hogy csak is a Brahman lehetett a lelkünk bölcsője. Ezért bármennyire is parányiak vagyunk, Brahman természetünk van, vagyis lényegünket tekintve mi is Szat-Csit Ánandák vagyunk, tehát jellemző ránk az öröklét,
valamilyen szintű tudatosság, mert ha abszolút lenne, akkor még egyszer mondom, nem szenvednénk és nem halnánk meg. És a valamilyen szintű gyönyör, még a világi gyönyört is, ha vesszük, valójában mindig a boldogságért akar élni. Mindenki, akinek egy kis esze van, az keresi a boldogságot. Tehát az ánanda természet is utolérhető. Ha építkezünk tovább, akkor a prakritit is definiálni kell, vagy az anyagi teremtést, amit mája saktinak is hívunk. Ezt a két szót mindenki ismeri a jogából. Mája azt jelenti illúzió, sakti pedig azt jelenti, hogy energia. Tehát az illuzorikus energia, maga, amit látunk, az egész teremtett világ, az mája sakti. Az az illúzió, az anyagi természet, vagy mája természet. És nagyon érdekes, hogy rendkívül ellentmondásos két szót használ vele a Vedanta Sutra. Azt mondja, hogy szat, aszat. A magyar nyelvben segít, mert az aszot és aszat ugyanazt jelenti, csak egy magánhozó. Bármilyen furcsa. Ugyanis azt mondja az anyagi természetről, hogy egyszerre élő és egyszerre élettelen. Ez megint felfoghatatlan az elme számára. Tóninik, egyszer megkérdeztem egy szerzetes atyát, hogy egy beszélgetés közben, hogy mi a helyzet a sátánnal. Mert hogy teremthet-e Isten, létezhet-e valami helyesebben az Isten akaratán, szándékán és teremtésén kívül? És hát persze az volt a válasza, hogy létezhetne, legalább ennyit tudhatnál. És akkor kérdeztem, hogy rendben van, de akkor miért állítunk mindig ellenfelet Istennek meg Krisztusnak? Tehát, mintha egy szuverén lény támadná a legfelsőbbet, ugye a sátán fogalmával. Ha ti ezt így taglaljátok, akkor ez egy dualitás. Szuverén, fekete-fehér dualitás, ahol a sátán kihívója lehet az abszolútnak. És kérdeztem, mi a probléma ezzel? Mert még egyszer kérdezem, létezhet-e valami, amit nem Isten vagy az abszolút magából hozott létre? Hát kénytelen volt elismerni, hogy nem. Mert hogyha nem ő hozta létre a sátánt, akkor óriási baj van. Mert ugyanis akkor azt jelenti, hogy egyenrangú kihívója van az abszolútnak, és mi iszonyatosan nagy veszélyben vagyunk. De el kell ismerni, ha elfogadunk egy központi abszolútat, és ezért jó a Brahman fogalma a kezdők számára a Vedantának, akkor bele kell törődnünk ilyetten abba is, hogy az európai életen vett sátán, sötétség vagy illúzió elv is a legfelsőbb teremtménye. És ijesztő módon jelen van ezért magában a külső teremtésben, és bennünk. Tehát a lényünk szerves része. Ráadásul mi a probléma vele? Ha Isten teremtette, akkor különb és erősebb nálunk. Ezt gondoljuk végig. Ez az oka annak, mondja a Vedanta Sutra, hogy bár szatcsitánandák vagyunk, örökkévalók, tudatosak, és elvileg boldogságra teremtettek, valamivel nem bírunk, valami nagyon sötét, nagyon durva erővel, sem magunkban, sem a környezetünkben, mert az illúzió elvét is a legfelsőbb teremtette. Más szavakkal az intelligencia azt jelenti, és kérném szépen a következő képet, hogy aki ezen elgondolkozik, az rájön arra, hogy szövetséget kéne kötni azzal, aki az illúziót teremtette. Tehát olyan patronusra van szükség, hogy ebből én kikerüljek. Érthető ez? Olyan szövetségesre van szükség, aki maga a forrás, különben én ezen soha nem fogok átjutni, mert ezt is ő hozta létre, és még azt se tudom, hogy miért. Ez egy óriási kihívás. Vagy marad az örök lelkiismert furdalás, hogy elhatározom, hogy celibátusban élek, hogy böjtölök, hogy lemondok a pénzről, és mit fogok megtapasztalni? Irigylem a kortársaimat, mert elstartol az életük. Prédikálok a lemondásról, az meg szépen beül a kocsiába. Látom, hogy a gyerekén milyen szép kis ruha van, nem? Értitek, mire gondolok? És nem az alakul ki bennem, hogy életszentség vagy boldogság, hanem afelé fogok tartani, amit a legjobban félek. Nem? Az irigység, a képmutatás, a teljes emberi tragédia. Tehát nagyon ki van találva az illúzió, hogy akár merre próbálkozik az ember, vagy bűntudatban, vagy irigységben, vagy inségben éli az életét, mert nem érti ezt a rendszert. És aztán az anyagi világról a Vedanta még, tehát az anyagi teremtésről azt a szót használja, hogy vivarta. Egyébként szó szerint azt jelenti, hogy kigöngyölödés, tehát megnyilvánulás. Vagyis a mája saktinak, az illúzió elvének, mert ez egy gondolat, mindig egy gondolat, a különböző szinteken való megnyilvánulása, ami különböző szinteken fogva tartja a tudatokat, mint például minket is. Ez követhető így? Tehát különböző dimenziói vannak az illúziónak, legalul a teljesen elsötétült tömegek élnek, akik semmilyen fényhez nem jutnak. Olyan, mintha a Marina árkot összehasonlítanánk a legmagasabb csomolumban, a Himalája, vagy a Mont Everest, tehát a legmagasabb csúccsal. Tehát a kettő között iszonyatos a távolság, nagyon el lehet veszni,
borzalmasan el lehet veszni, és nagyon ki lehet jutni a fényre, de a tömegek általában középen egy-egy ilyen földtípusú bolygón élhetnek, ahol van egy kis öröm, meg van egy kis bánat. Aztán ebben lehet osztályozni, hogy ki mennyit élt el az életében. Nos, nagyon-nagyon fontos ezt a hármat így megérteni. Ehhez is fordítottam néhány verszakot. Az egyik, hogy a Védanta elmagyarázza, hogy az illúziónak mi a lényege. Kérlek benneteket, hogy hallgassátok meg, mert saját szavakkal ezt nem lehet így. Ez egy fohász valójában, és mégis benne van a lényeg. Menedéket veszek a legfelsőbb léleknél, mely örökké szabad. Nitya mukta, szanszkritul. Makulátlan és a legfelsőbb igazság. Ezt visudhatatvának hívják. Akik a karmákkal szennyezett prakriti legyőzője, és akikben ok és okozatként jelenik meg ez az univerzum, mint májá, és ami eltűnik a megkülönböztető tudásnak, vivék a szanszkrit nyelven köszönhetően, hasonlóan ahhoz a félreértéshez, amikor egy kötelet tévesen kígyónak vélünk. Ha valaki ismeri vagy szereti Sankaráchárját, neki a kedvenc hasonlata, hogy az anyagi illúzió olyan, mint amikor hirtelen megrettensz, mert a távolból vagy mondjuk szürkületkor tekintesz az útra, hát Indiában ez sűrűn előfordul, és kígyónak vélsz valamit. Ugye? Ha összeszeded minden bátorságodat, és elkezded a jóga folyamatát, ugye? Közelebb lopózol, a végén ránézesz, és elkezdesz, úristen, hát ez egy kötéldarab volt. Valaki itt hagyta az úton. Tehát nagyon érdekes, de aki távolabbról nézi, az borzasztóan megijedhet. Tehát az tényleg azt hiszi, hogy ez egy kígyó, és azért elég félelmetes. Általában isznyodunk a kígyótól. És a második verszak egy más jellegű magyarázat, az első ugye az illúzió volt, a második pedig, hogy hol van az oltalom? Ezért keres oltalmat Vászudéva imádatánál, itt a Vászudéva szó misztikus jelentése a legfontosabb, a végén majd föltárunk, akinek lábujjai olyanok, mint a lótuszvirág ragyogó szirmai, mely igen gyorsan elvágja híveinek szívében a karmikus cselekedetek által létrejött egoizmus vagy ahamkára csomóját. Míg azok a visszavonult vezeklők, akik nem imádják odaadóan őt, bár vágynak elméjük megtisztítására és irányítására, képtelnek érzékeik uralására. Vászudéva szó szerint azt jelenti, hogy benne lakozó. Ha a vallásból vagy a misztikából, mondjuk úgy, hogy a túladagolt misztikából kifejtjük a valóságot, akkor van egy üzenet, hogy igaz, hogy a külső dimenziót megszállta a mája, tehát maga az illuzorikus energia is mindig kifog rajtunk, de egyet nem tudsz, hogy benned viszont maga Vászudéva foglal helyet, tehát az isteni intelligencia, a lélek, maga a tudatosság. Tehát ha tudnánk, hogy hová kell fohászkodni, vagyis nem kifelé, hanem befelé, és föl tudnánk venni vele a kapcsolatot, volna egy révkalauz, aki azt mondaná, ne így, hanem erre menjél, ne így csináld. Tehát egyszerűen elkezdeni más szinten működni, egy intuitív szinten működni az életünk. Fontos az utolsó két mondat, mert a karma jóga és a gyána jóga közötti különbségről beszél. A karma jógában eljuthatunk odáig, hogy tapasztaljuk, hogy a világ tele van szenvedéssel és aljassággal. Ez a szomorúság váltja ki az emberekben a túl korán jött celibátust, a szegénység igényét, ezt úgy hívjuk, hogy tapasztja. Magyarosan vezeklés, ez körülbelül, ugye? Vagy önszigor, így is lehetne fordítani. Tehát az emberben fölébred valami az eddig élő bűntudatával szemben, szeretne megtisztulni, és úgymond le akar mondani a világról. És mit tapasztal? Hogy az elméje tele van a világérzék tárgyaival. Pont menekülne előle, zárkózik kolostorba, erdőbe menekül, nem? Föl a hegyek közé, mindenhova megy, és mit tapasztal? Új, hogy cipeli a saját elméjébe az egész világot. Pedig őszinte. Így születik a bhakti jóga. Nem tudjuk, mi a végeredmény. Tudjuk, hogy létezik a forrás. Nagyon rászorulunk a segítségre, és egy napon azt mondjuk, Uram, én tudom, hogy létezel. Vagy akár mondhatjuk, hogy abszolút igazság. A személytelent is személyesként meg lehet szólítani, mert maga az intelligencia. Tehát ha azt mondod, Isten, nem tévedtél. De én a magam erejéből nem tudok tovább lépni. És ekkor rádöbbenünk valamire. Ha az ember átadja magát, szeretettel és imádatba kezd, gyorsítani kezdi a folyamatot. Emocionálisan át tudja élni, hogy valamilyen fajta oltalomhoz jut. Nem egyszerűen csak cselekszik, ezt a szót kerestem, mindjárt mondom, hogy mit, hanem felajánlja az életét csak úgy szeretetből, szolgálatnak. Nem érdekel, hogy reagálsz, Krisztus így élt. Nem érdekel, hogy szólsz hozzám. Nem érdekel, hogy megmentesz. Ugye a karma jóga felfejlődik a szeretet ösvényére. Nem érdekel, hogy lehajolsz-e, vagy segítesz rajtam, eldöntöttem valamit. Az, hogy tiéd az életem. Óriási fordulat.
és ezt hívják bhakti jógának. Érdekes módon ezután alakul ki a tudás, mert az kegyelemképpen száll alá. Nem tudok mást mondani, majd mindjárt odaérünk, csak félek, hogy kifagyunk az időből. Nem könyvekből fog érkezni, hanem az abszolút intelligenciával való összekapcsolódásból. Ahhoz viszont az kell, hogy ő ehhez hozzájáruljon. Azt nem lehet csak úgy megcsapolni. Tehát megint azt mondjuk, hogy az előbb az volt a tét, hogy lesz-e tanítványi attitűd. Most pedig az a tét, hogy kialakul-e bennünk a feltétel nélküli meghódoló szeretet. Nem kaptunk tőle még semmit, csak a reményünk van, és mégis oda bírod adni magad. Sajnos akkora az erőfölény, hogy arra várhatsz, hogy a legfelsőbb meghódoljon előtted. A kellemes vágyakozás, hogy még gondolunk is arra, hogy biztos mi ránk gondol minden nap. De tényleg, ez ego az olyan aranyos, hogy megvan róla győződve, hogy exkluzív életet él a 6 milliárd ember között, és a legfelsőbb ezekben a percekben is arra gondol, hogy na, ott megbotlasz, megizés, sajnos. Azt el kell érni, hogy ennyi tékozló fiú és lány között külön foglalkozni kezdjen velünk, és így született a bhakti joga. Uram, nem tisztultam meg, nem értek semmit, de egyáltalán nem akarok tőled függetlenül élni. Mindegy, ha nem szólsz. Ugye, és fantasztikus példa, azért mondom mindig Krisztus, mert ez áll hozzánk. Semmit nem kapott. Végén még ki is fakadt, hogy atyám, hogy van atyám, miért hagytál el engem? Ugye az utolsó szavai között. Félelem mit élhetett át? Hogy mindent odaadott, és semmit nem kapott. Valójában mindent megkapott. Csak ezt minden nem biztos, hogy látjuk, vagy érzékeljük. Tehát egy rendkívüli fordulat áll be az egykori tanítvány. Innentől már nem is tanítvány, hanem tényleg egy lélek. Arjuna, amikor ideér, akkor azt mondja, hogy Kárpánya, Dosopahát, a Szvabháva, Pricshámit, Vamdarma, Szamudhat, Séta, Jasa, Jasján, Nisztitán, Bruhitán, Mé, Sisyász, Téhám, Szatva, Mámtán, Prapannam, vagyis megérti a tanítót, és azt mondja, Uram, most zavarban vagyok a kötelességemet illetően. És nagyon szép, ahogy folytatja, gyengeségem miatt elveszítettem a lélek jelenlétemet. Ebben a helyzetben a tanítványod vagyok, egy lélek, kérlek, oktass engem. Fantasztikus. És el is kell. Innentől meglágyul a legfelsőbb, és azt mondja, ó, ezt. És hát persze, amikor elesik a kislányod, és lemegy a bőr a kis térdéről, akkor az ember azt mondja, nem figyelsz. Ez nem így van, hanem az ember igaz, ölbe kapja, és azt mondja, jaj, és próbál csitítani, igaz? Hát azért a legfelsőbb kegye, irgalma az, csak valahogy ide meg kell érkezni, hogy tényleg nem akarsz mást. Elnézést, kicsit túlszemléltettem. Jó, jöhet a következő kép. Meddig lehetünk itt egyébként? Jó, tehát most akkor szakmailag visszatérünk a Vedanta Sutrához, úgy fogalmazhatnám meg, hogy arra jövünk rá a tudás útján, a Vedanta Sutra ösvényén járva, hogy mi, mint egyéni lelkek, be vagyunk határolva valami által, amit úgy hívunk, hogy avidyá, nem tudás. Nem azt jelenti, hogy buták vagyunk, ezt sokszor tudatlanságnak fordítják. Magyartalan az, hogy nem tudás, de a szanszkrit direkt mondja, hogy avidyá, ugye, mert a vidyá azt jelenti tudás, avidyá azt jelenti nem tudás. Nem buták vagyunk, hanem tudatlanok az igazság felől. Nem elkárhozott vagy bűntudatban égő emberek vagyunk, vagy valami, hanem valamilyen oknál fogva nem férünk hozzá a valóság élményéhez. Ezért elkezdjük a testünkkel, az érzékeinkkel és a megkívánható tárgyakkal azonosítani magunkat, mert azt gondoljuk, hogy ennyi az élet. Amikor valaki így elkezd cselekedni, kialakul az ego. Azt hívják ahankárnak. Az én képző azt jelenti, hogy az a gondolati tévedés, hogy azt hiszem, hogy én a testem és az elmém vagyok, valamint az énem részét képezik a világban élvezhető tárgyak. Ezért, amikor osztályozzuk a hamis egót, akkor két vonalat húzhatnánk alá egy képzetbe, hogy aham, mama, én és ami az enyém. Erre azt mondja a karma. Most pedig elmondom neked, hogy mi a tiéd. Mert az illúzió, amit a kereszténység különben van abban valóság, hogy azt mondja, hogy sátán, mert nem kíméletes velünk. Ő addig szeret bennünket, amíg ráúrunk valamire. Mikor kialakul a ragaszkodás, és még jobban eltávolodtunk önmagunktól, róla nem is beszélve, most csak a példa miatt mutatok fölfelé, de ide kéne, csak az furcsa lenne. Ugye? Abban a pillanatban szenvedéssel fizet. Viszálykodással, széthúzással, összezavarodással, sokszor fizikai betegséggel, mindenféle nyomasztó dologgal, addig hallgat meg inspirál, amíg eltereli a figyelmünket. Tehát nagyon, ezt hívják avidjának. Igen. Nos,
néhány verszakot ismét lefordítottam így a számotokra. Az ősi sászrák határozottan állítják, hogy az emberek számára az a legkedvezőbb, ha semmi más dologhoz nem ragaszkodnak, csupán az önvalóhoz, tehát az átmanhoz, a saját lelkükhöz. Megszilárdulva a tulajdonságok nélküli abszolút, a nirguna brahman megszakítatlan boldogságában. Pedig a nirguna brahman azt jelenti, hogy nincsenek tulajdonság. Guna az azt jelenti, hogy valamilyen tulajdonságunk vagy minőségünk van. A nirguna az azt jelenti, hogy a brahmannak nincsenek anyagi tulajdonságai. Tehát abszolút. Azáltal kell fejlődnie az embernek a lelkében, hogy nem társul olyan tudatlanságban élő emberekkel, akiket valójában csak az anyagi gyarapodás és a szenvedélyes szerelem érdekel. Utasítson el mindent, ami elterelné a figyelmét az önvaló boldogságáról, ragadjon meg minden alkalmat, hogy ihasson a legfelsőbbről szóló dicső történetek nektárjából. Ha már készen állnánk, szinte el tudnánk indulni, és elkezd ránk ragadni a társaság. Például egy férfi vagy egy nő, indiferens melyik példát vesszük, idáig azon szomorkodott, hogy miért nem volt egy kicsit aktívabb az érzéki élete, több boldogságot szeretett volna. Hirtelen beköszönt a transzcendencia, nem? Eldönti, hogy most már csak az Isten, mondjuk így, és ki fog becsöngetni élete nője, ki fog becsöngetni hölgyeknél a legfantasztikusabb pacák, akiről idáig álmodott. De amikor elhagyja az utat, mit fog megtudni erről a nőről majd? Vagy erről a férfiről, hogy arról kódul. Hogy bár soha meg ne nyomta volna a csengőt, most csak szimbolikusan. Mert az egész csak addig csönget, amíg elterel. A többségünk hihetetlen egyszerűen adja fel az utat. Azonnal fizetni kezd a máját, pénzzel, karrierrel, szerelemmel, mindent odad. Ha mondhatom ezt, a tanítványaim többsége kivétel nélkül párkapcsolati kínok miatt hagyja abba az utat. Az egyik azért nem tud figyelni rám, mert vágyakozik, hogy bárcsak lenne. Értitek? A másik azért, mert már benne van nyakig, és csak ebben örvénylik, és mind marják, harapják, egy kise látnak az egész kis egérluk életükből, és az ember csak áll, és várja, hogy valamit majd. És nem az van, hogy végre túl vannak egymáson, és akkor figyel, hanem azt mondja, gyári hibás volt, és választ egy másikat. És az egész megy tovább. De komolyan, egyikhez azért nem lehet szólni, mert sóvárok. Ugye van egy ilyen kínai taoista mondás, kicsit így cinikus, vagy inkább az emberhajló, hogy a házasság egy fura dolog, mert aki nincs benne, az belevágyik, aki meg benne van, az kifelé vágyik. Ez akkor nem igaz, hogyha lelkek vannak jelen a házasságban, vagyis a szeretet. Akkor minden perce érték. Tehát ez csak szellemi emberek tudják megélni úgy, hogy ez ne a férfi macska, hogy van férfi kutya-macska kapcsolata legyen. Szóval ez borzasztó. Igen. Egy nagyon fontos mondat. Amikor vonzódása a brahman felé kellően megszilárdult, az embernek fel kell kutatnia egy ácsárját, erről beszéltünk, meg kell hódolni előtte, ezután a tudás, vagyis a gyána jóga és a nem ragaszkodás a vajrági erejével, épp úgy, mint a fából fellobbanó tűz elégeti magát a fát, azt fogja tapasztalni, hogy szívében elégeti az egyéni lelket befedő finom fizikai burkokat, ugye ezek a kósák, melyek öt finom elemből állnak. Most lefordítva, kicsit fogy az idő, ez a Hridayam Jiva Kósam. Ez azt jelenti, majd tárgyalunk róla bővebben is, hogy a lelkünket öt asztrális vagy finom fizikai burkolat fedik be. Nem tudom, hányan ismeritek ezt a témát bővebben. Ugye Annamaya Kósa, Pránamaya Kósa, Manomaya Kósa, ugye Gyánamaya Kósa és Anandamaya vagy Vigyánamaya Kósa. Ugye az Annamaya Kósa az az ételburok. A pránamaya kósa az az energia, ebben van a szerelem, a vágyakozás, a sóvárgás. A manomaya kósa a hihetetlen sok emóció, a teljesen zavaros elme. Végre a gyána vagy vigyánamaya kósa az a kialakuló bölcsesség, a tisztánlátás. Az anandamaya kósa pedig az a burkolat, ahol az értelmünk és az elménk már tisztán látja az önvalót, és aláveti magát a lélek akaratának. Ezért van benne az ánanda, a gyönyör. Ez a megvilágosodás pillanata. Erről adtuk ki azt a könyvet, aminek az a címe, hogy személyiségeink, de szerintem többen már ismeritek ezt a... Hogy sajnos egyszerre több személyiségünk van, és egész addig megmarad a szenvedés és a téveigés, míg anyós nyelvű játékot ismeritek. Belefújunk, ez a rengeteg személyiség, és akkor végre visszagöngyölödik. Tehát az összes kósát vissza kell tudni meríteni,
bele kell olvasztani az önvalóba, az eredeti tudatosságba, és ezzel megszűnik, ezt a buddhisták kioltódásnak hívják. Nem a létünk oltódik ki, mint ahogy vádolják a buddhizmus, csak már nincs ereje az embernek minden, hanem az illúzió oltódik ki. Tehát a Buddha is tudta, hogy mit beszél egy más stílusban, próbál segíteni nekünk. Jó? Azt mondja, hogy ha megkérlek benneteket, inkább megkérdezem kellő tisztelettel, hogy van-e egy 5-7 perc, hogy föltegyük az íre a pontot, mert azt ígér. Jó, és akkor egyébként van annyi, mert akkor kérném szépen a következő képet, aminek a segítségével valamit pár oldalt most ki kell hagynom ahhoz, hogy egyet lép vissza mégis, és akkor a hozzá kapcsolódó verset elmondom. Fehér vagy szátvika tetteivel az ember olykor eléri azt a világot, amely csupa fény, igen, csupa fény és ragyogás, ez a szvarga. Máskor vörös, rágyasza tettei következményeként eljön a szenvedésteli, fáradtságos, munkát igénylő földi világba. Hogy Ádám és Éva munkára van ítélve, megfigyelj, még a Biblia is tudja, hogy van verítékeddel, keresed meg a kenyeredet. Fantasztikus, csodálatos. Megint máskor fekete, vagyis támaszik a tettei miatt a teljes sötétség régióiban, a tudatlanság, a nyomorúság és a bánat világában vesz születést, vagyis a pokol egy bolygón is jelen van. Ha valaki a szatvában, a fényben, a ragyogásban él, lehet, hogy egy vajas kenyérrel extázisban van. Elhiszitek, egyrend tiszta ruhában, a tiszta vizével vagy italával, a meglocsolt kis virágaival tökéletesen érzi magát. Nem? A rágyasz, a vörös, az azt jelenti, hogy csak akkor boldog, ha valami érzéki gyönyörhöz jut. De mivel az érzékek egy határon túl nem feszíthetők, ezért mindig depresszió, apátia a vége, míg új vágy nem keletkezik. Ez a legveszélyesebb. Ha sok erkölcstelenséget követel, annak az a büntetés, hogy tompa elmével születik, és elkezd állatias emberként, bűnözőként élni egy születésben, aminek az eredménye Szomália, Etiópia, Ázsia, hát látszik, azokon a kontinenseken nő a lakosság, ahol borzalmas élni. Ez nem volt így régen. Azokon a kontinenseken pedig, ahol még mindig jó élni, fogynak az emberek, mert nem méltó rá senki a földön. Tehát megy a szamszára, a lélekvándorlás előre, és annyira visszaélnek a fehér emberek a jóléttel, a kényelemmel, hogy tömegek kerülnek a legborzalmasabb helyekre, ezt nem értik az emberek vezetői, és kiürül az a rész, ahol emberhez méltó világ egyáltalán van. Majd jön rá ez a fekete, szó szerint, franciákra, németekre, tehát látszik, hogy minden elkezd összekeveredni, és pokoli helyzet van kialakulóban. Ha így hagyjuk, akkor élhetetlen lesz a világ. Hát tisztítani kéne a karmán, a tudaton. Több jó emberre volna szükség, hogy valahogy ráébredjenek az emberek, hogy a gazdagság az azért van, hogy tanuljunk. Mert aki gazdagabb kicsit, annak van ideje. Nem? Az egészségre, a tanulásra, a igényes, okos gyereknevelésre, stb. Tehát a pénz erre való, hogy emberhez méltó életünk legyen. Mit gondol a többség? Érzékkielégítésre való. És iszonyúan gyorsan lehet lefelé menni. Tehát ezt még mindenképpen el akartam mondani. Nos, ez az a pont, ahol a Védantát magyarázó bölcsek véleményei, és akkor most kérném a következő képet, elágaznak finoman, vagy teljesen eltérnek. Az eltérés lényege a dzsíva, vagyis az egyéni lélek, aki bennünk van, és a brahman azonosságának a mértékében van. Most nem biztos, hogy mindenki érti ezt a fölvetést, pedig őrültül lényeges. Az a kérdés lényege, hogy az a lélek, aki benned jelen van, és az abszolút igazság, az eltérés nélkül egy, vagy van közöttük hasonlóság és eltérés. Követhető ez? 100%-ig egy, csak kirándul itt, vagy mindig van közötte különbség? Itt óriási, nagyon-nagyon kell figyelnie az embernek, és ezt most meg... A Sankaracharya, aki 788 és 820 között él, tehát a mi időszámításunk szerint, felfogását hívjuk úgy, hogy mayavádi felfogás, vagy mayaváda, és a világhírű magyarázata, ez a Sariraka básja, vagy kommentár, ugye a Sariraka az azt jelenti, hogy ez a fizikai test, a básja pedig olyan, mintha régiesen azt mondanánk, hogy beszélje. Régen mondtuk így magyarul. Nem beszédet mondtunk, hanem beszélyt. Tehát a básja azt jelenti, hogy beszéd az emberi testről, az emberi lényről. Mert a Védanta szutrát hívják úgy is, hogy Sariraka szutra, vagyis a lény az embernek a szóló tanítás. És ő azt tanította, hogy a dzsíva és a brahman teljes mértékben azonos,
Még a személyes Isten is, tehát akit imádnak templomokban és más jógákban, szanszkritul Isvara, a Mája Saktinak egy produktuma. És ebben a koncepcióban úgy hívják a Brahmant, hogy Saguna Brahman, azt jelenti, hogy tulajdonságok nélküli. Tehát próbálom a saját szavaimmal is. Minden egy lényegű. Az abszolút igazságból nyilvánul meg ideiglenesen egy személyes Isten, de vissza is tér oda. Az abszolút igazságból nyilvánulunk meg mi milliárdnyi egyéni lelkek, de a folyamat végén maradéktalanul visszatérünk oda. És egy halmaz marad ebből az egészből, leegyszerűsítve. Az ember azt mondaná erre, hogy ez borzasztó, ez lehetetlen, de majd azért megnézzük közelebbről a dolgot. Kérdezem tőletek, hogy akarjátok ennek a 3 perces mélységét egy kicsit. Jöjjön akkor a következő kép. Ebből hogyan épül fel az Isten koncepció? Ugyanis ez volt a világon az első logikus Isten koncepció, tehát nem vallásos, hanem lépésről lépésre. Tehát ebben a felfogásban Isvara vagy Isten imádói a krama muktit érik el, ami azt jelenti krama mukti, fokozatos felszabadulás. Nem egy nagy ugrással, mint egy vallás azt mondja, jó kisfiú vagy jó kislány voltál, paradicsom. Rossz kisfiú, rossz kislány, pokol. Hát ez nem ilyen egyszerű, mert akkor ebben nincs jelen az irgalom, hanem azt mondja, hogy mindenki nyugodjon meg, van a krama mukti, lépésről lépésre fokozatosan fejlődni fogsz. Mindig tapasztalod, hogy hol tartasz, soha nem fogsz visszacsúszni. Tehát ebből a szakaszokból álló fokozatos megszabadulás útján az egyéni lélek ebben a koncepcióban először a világ teremtőjéhez. Ezért hívják atyának, szanszkritul Brahma. Nem összetévesztendő a Brahmannal, ami maga az abszolút, de ebben a felfogásban Brahma az isteni lény, aki egy személyben összefoglalta az abszolútat, mint egy megszemélyesítette a Brahmant, ezért szinte csak egy hangzó a különbség. Brahma, a személytelen abszolút, és aki ezt kiformálta és az ember számára megpillanthatóvá tette, az pedig Brahma, az ősatya, a teremtő, ahogy mi mondjuk magyarul. Ugye mindenható, ezt csak a magyar érti, már ezzel játszottunk, mert a mindenható 6 irányba tud. Ezt nem tudod angolul mondani, mert nem ugyanazt jelenti. Megvan a szótári alakja, hogy mindenható, de nincs benne, hogy 6 irányba. Mert előre, hátra, jobbra, balra, fölfelé és lefelé tudsz teremteni. Tehát a magyar valamit értett ebből, hogy mit jelent a mindenható. Nos, folytassuk tovább ezt a gondolatot. Azok a lelkek, például Krisztus erről beszélt, én és az atya egyek vagyunk. Aki engem lát, az az atyát látja. Bizony mondom néked, velem leszel az atya oldalán, és így tovább, és így tovább. Emlékeztek a szamaritánius nő, amikor olyan szigorú vele Krisztus, és azt mondja, asszony, adj innom, és azt gyorsan megkínál, és azt mondja, ezért én élővízzel foglak téged megitatni, és mellettem leszel a paradicsomban. Félelmetes mondatok, de a Vedanta Sutra tartalmazza a részleteit, arról van szó, azért fokozatos, mert azok a lények, akik az atya imádatán keresztül ezt hívják bhakti jogának, elérték az atyának, a teremtőnek a dimenzióját, a világ teljes pusztulásakor térnek vissza a Brahmanba. Az atya, az egyéni lelkek, mindenki, az egész teremtés visszatér a legfelsőbbe, és egybeolvad. Érthető ez így? Ez nagyon fontos. Úgy hívják ezt a dimenziót, ahol az atya él, hogy Brahmalóka, az atyának a világa, az atya mennyországa, ha lefordítanánk. Nem vallásról beszélünk, ez a dimenzió létezik. Krisztus mind óriási erőfeszítést tesz, hogy közel hozza ezt a lényt. Ő maga volt, mert a fiú az nem különbözik az atyától. Abszolút igazat mondott. Ő, az atya az a Brahmannak a megszemélyesülése. A fiú pedig az atyának a megszemélyesülése. Ez a világunkban is így van. Van egy édes indiai szokás, védikus szokás, hogyha egymás szerető házaspár jelen van, de idegenek vagy vendégek is vannak körülöttük, és nem illendő csókkal vagy puszival köszönteniük egymást, akkor az anya azt szokta csinálni, hogy megpuszíja a kisfiának a fejét, és akkor így a fenekére üt, ami által az átszalad az apjához. Az apa ugye megöleli a kisfiát, ránéz a szerelmes feleségére, megcsókolja a fejebúbját a gyereknek, ő is a fenekére csap és átküldi. És így mégis csókot váltottak, annyira finom. Tehát ehhez hasonlóan, tehát valójában azért volt a példa, hogy a kisfiú képviselte az apját. Ezzel a hihetetlen édességgel jönnek ezek az avatárok, Krisztusok és a többiek. Ténylegesen az atyának a fiai, ahogy ő mondta magáról, de szó szerint igaz, mindent magukba foglalva, mint ami az atya, azzal a különbséggel, hogy nála is kegyesebbek. Mert egyetlen céljuk van,
hogy minket kézen fogva visszavigyenek hozzá. Ez volt a Vedanta Sutra értelmezése Sankaracharya nézőpontjából. Nagyon érdekes, amit még elmond, hogy vannak olyan nagyon szerencsés lények Sankaracharya szerint, akik azonnal képesek megérteni a személytelen abszolútumot, és még arra sincs szükségük, hogy az atyavilágába lépjenek, hanem ők azonnal a megvilágosodásuk pillanatában le is dobják az anyagi testet. Tehát ott, mint egy zsákot. Egy percig nem akarnak létezni fizikai formában, se prédikálni semmit. És ezek a lények, úgy hívják ezt, hogy Sadhyo Mukti szint, és még a Dévajána az Istenek ösvényének nevezett utat is kihagyják, hanem abszolút visszatérnek a Brahmanba, tanítja Sankaracharya. Erről olyan szampradajával tanítványi láncban nem hallhatsz így, aki teljesen más elveket vall, mert nem kockáztatja meg, hogy halld a másik véleményét vagy igazságát is. De mi azt mondtuk az elején, emlékezzetek vissza, hogy tárgyilagosan megyünk. Elmondjuk, hogy igenis így is lehet értelmezni, és nagyon sokan ezen az úton haladnak, meg így is lehet értelmezni. Úgyhogy, tehát ez a tökéletes állapot az önmegvalósítás pillanatában következik be. De mire már azt mondanánk, hogy fú, hát ez nagyon érdekes, jöjjön a következő kép. Több mestert is választhatnánk, aki szenzációs kommentárt írt a Vedanta Sutrához. Rámánudzsát választottam, mint az egyik legfilozófikusabbat. Ő tamil dravida származású volt, és az ő könyvét hívják úgy, hogy Sri Bhashya. És nagyon érdekes, és ez az utolsó gondolat ma, hogy az ő koncepciója szerint a Brahmannak két lényeges és valóságos összetevője van, a világ és az egyéni lelkek, ez a Visistadvéta filozófia. Vagyis a tudatosságot nélkülöző anyag, úgy hívtuk az előbb, hogy acsit, és a tudatos lélek vagy csit. Ő Narayannak hívta, ugye a Narayan azt jelenti, hogy ember feletti, tehát az Isten, Narayana. Négy karral is ábrázolják éppen emiatt, hogy kifejezzék az ember feletti. Ez mindig egy szimbóluma. Vannak, akik ezt szó szerint értelmezik, de igazából ez egy üzenet, hogy nem egy halandóról van szó. Tehát, és hát akkor már mondjuk el, hogy azért, mert ő az Antaryamin, ugye a szívünkben működő benső irányító. Antar azt jelenti, hogy benső, és mivel ez már nehezebb, meg két órája beszélünk, ugye a tudatnak négy küllője van. Manasz, Buddhi, Csitta és Ahamkár. Azért van négy karja Narayannak, vagy az ember felettinek, mert ő igázza le ezt a négyet belül a szívünkben, haladja meg, segít nekünk meghaladni az elmét, és személyesen szabadít ki, mint egy megvált ebből a fogságból. Vagyis a neki dedikált élet, a bhakti, az ugyanolyan szintre visz, mint az előbb Sankaracharya által említett személytelen út. Ez érthető? Tehát a személyes legfelsőbb, ahogy Rámánudzsa érzékelte, mivel ott lakozik mindannyiunk szívében, a vele való kapcsolatfelvétel még gyorsabb és radikálisabb fejlődést eredményez önmagunk legyőzésében, mint az előbb említett módszer. Azt mondja, hogy jó, jöhet a következő kép. A Bhagavad Gita-ban Arjuna ezt megérti, és azt a verset mondja ezen a ponton a 13. fejezetben az Úr Krisna neki, értsd meg, hogy én magam vagyok a mező ismerője valamennyi testben, és a tudás nem más, mint megérteni a testet és annak ismerőjét. Vagyis azt akarja mondani Rámánudzsacharya, Krisna és sokan mások, hogy az Isten, nem csak a lelkünk, az Isten jelen van a fizikai formánkban. Hogy gondolkozzunk el azon, hogy csak az az erőfeszítés hiteles, amikor meditációval visszakarunk térni a személytelenbe. Vagy mi van akkor, hogyha a meditációnkban nem a személytelenbe akarunk visszatérni, hanem a személyes találjuk meg saját magunkban. Radikálisan különböző út, keresek egy frappáns mondatot a végére. Istenem, még 10 oldalt akartam. Ide tettem, hogy vége. Jó, hát majd folytatjuk. Azt mondanám nektek, hogy ne legyen, nem akarom túlfeszíteni a húrt, és az se, hogy kiüljön a terem, mert túl bonyolult. Ha észreveszitek, az egyik út azért hiteles, mert az abszolútnak, hogy úgy mondjam, a külső megnyilvánulását valósítja meg. Ez a személytelen. A másik út pedig az abszolútnak a benső megnyilvánulását valósítja meg. Ha fel akarnék tenni vagy akarnék mondani egy hasonlatot, akkor azt mondhatnám, mi szeretnél lenni? Maga a cukor, vagy az, aki nyalogatja a cukrot? Értitek? Bocsánat, hogy ilyen egyszerű példát mondok. A cukor
Ha te cukor akarsz lenni, ahogy Sankaracharya mondja, akkor belépsz és cukorrá válsz. Te is a Brahman leszel. Olyan imádat és rajongás fog el az abszolút iránt, hogy nem akarsz különbözni tőle semmilyen mértékben sem. Én akarok a cukor lenni. Amikor tanuljuk a jógában, és valakin látja a mester, hogy ehhez az úthoz vonzódik, akkor kapja azt a matat, hogy aham brahmasmi. Ugye? Én vagyok a Brahman. Ez nem azt jelenti, hogy ő megtagadja az immanens, vagy belül lévő formát, vagy az gyűlöli, vagy az Isten személyes aspektusa nem érdekli, hanem a egyszerű hasonlat tudom, hanem a lényeg, ő cukor akar lenni. Nem, most még ne döntsük el, hogy miért. Egy másik típusú lélek azt mondja, nem. Én meg akarom őrizni az egyéniségemet, mert én az akarok lenni, aki nyalogatja, aki élvezi ezt a cukrot. Vagyis társulni szeretnék az Isten lényével, ugye? A formális, tökéletes lényel, a személyes Brahmannal, mert nekem az nyújt örömöt, hogy tényleges személyes kapcsolatban vagyok vele. Ugyanakkor a Védantai teljesen két irányba indul el, és hát még négy mesternek szerettem volna ma elmondani a véleményét erről, de hogy van sokat akar a szarka. De a lényegéhez elérkeztünk, és remélem, hogy együtt maradtunk ebben, hogy a Védanta nem vitatkozik, hanem őszintén elmondja, lehet cukor, meg lehetsz, aki nyalogatja. Amikor kezdők vagyunk, akkor a két út annyira gyűlöli egymást, hogy az már kibékíthetetlen. Mert ugye, aki elindul a személytelenség ösvényén, az egy olyan lény számára, aki a szolgálaton keresztüli, tehát a cukor élvezetében szeretne megelégedettséget találni, az a legborzasztóbb dolog. Hiszen ugyan ő cukorrá vált, de akkor ő nem tudja ugye azt kóstolgatni. De ez a léleknek a szabadon választott két attitűdje. És tolerálnunk kell azt, amikor valaki úgy dönt, hogy ő cukor szeretne lenni. Tehát, ugye, mert mondhatjuk, hogy egy nézőpontban az a lélek öngyilkossága. Na de hát, bocsánat, de tegyük fel a kérdést, hogy lehet öngyilkos az, aki a Brahmanból jött? Nem, mert mondhatjuk, hogy de hát eredetileg is onnan jöttünk. Hát nem jöhettünk máshonnan. Nem? Csak nem tudtuk, hogy mi magunk vagyunk a cukor. Tehát nem útra csábítani akarok, hanem ha Védanta Sutráról beszélünk, akkor próbálunk objektívek maradni, és egyszerűen csak én fölvetem így a negyedik, ötödik találkozás alkalmával, hogy ne üljünk fel arra, hogy azonnal fúj, hogy valami csak igen, meg valami csak nem. Fogjuk tudni, hogy mi mit válasszuk a kettő közül, de mindig fogjuk tudni tisztelni és tolerálni a másik megoldását is, főleg ha elgondolkodunk azon, hogy annak oka van, hogy ő így akar visszatérni. Tehát valaki azt kódolta. És akármi csinálunk, ő ilyen lény marad. Nos, akkor kérném szépen a következő képet, elmondom az utolsó verset, és egyetlen kérésem van felétek, hogy csináltunk egy, bizonyára tudjátok, vagy nem is tudom, hogy erről volt-e már szó, csináltunk egy kedves CD-t, elsősorban a Judit, ami olyan autentikus mantrákat tartalmaz, amelyek alkalmasak a meditációra, a munkára, az ellazulásra, a relaxációra, stb. És az utolsó kis slóka felolvasása után, ami egy üzenete vagy foglalata a mai estének, kérlek, hogy hallgassátok meg a gurukhoz szóló fohászt, amit egyébként Shiva tanít a feleségének, ez a Sri Guru Gita-nak az egyik verszaka, nagyon, nagyon híres. És ne figyeljétek, hanem helyezkedjetek bele. 5 perc, ugye? Egy néhány perc így a végére. Ne figyelni akart, hanem fogadd el a hangulatát, és akkor ezzel zárjuk a mai estét. A verszak pedig így szól. Valójában az illúzió májá terméke, hogy egyszer férfinak, máskor erényes nőnek tartottad magad. Te egyik sem vagy. Mindannyian hamszák, azaz hattyúk, tiszta lelki létezők vagyunk. Kérlek, észleld saját valódi természeted. Én azonos vagyok veled, te sem különbözöl tőlem. Egyébként ez Krisna mondja a Bhagavata Puránába. Kérlek, jegyezd meg, hogy te és én egyek vagyunk. A bölcs a legcsekélyebb különbséget sem látja közöttünk. Épp miként az ember kétfelé osztottnak találja magát, a saját tükörképét nézve, ehhez hasonló a különbség kettőnk között. Így a hamszalélek, a mentális érzékelés tavából kiemelkedve ezt ábrázolja a kép, önnön eredeti létére ébred, követve azt a másik hattyút, ugye, akit mondtunk, hogy a szívben lakozik. Megszilárdul saját valódi lelki természetében, visszanyeri eredeti természetére vonatkozó emlékezetét, melyet azért veszített el, mert elkülönült tőle. És akkor most kérnék szépen ezt a kis finom relaxáló bejátszást. Jó? Helyezkedjetek el kényelmesen, és akkor egy pár perc kis befogadó állapot.
És ismét köszönjük szépen megtisztelő figyelmet.